Mert tudom, hogy túl sokat mutattalak titeket, ne haragudjatok meg emiatt. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk. Köszönöm szépen még Barber Daninak is, hogy megjelent. Minden működik? Nézd, nézd, ma este az OBS istenei úgy döntöttek, hogy megszánnak bennünket, és rendesen engedik, hogy felvegyék a streamerek az Elden Ring című játékot. Nem kell képernyő rögzítés, meg ilyen hülyeség, speckó ablakban szépen levadásza magának az információt. Na, ezt szeretjük mi, mert így nem lesz annyira nagy FPS droppolás, ami elő szokott fordulni ilyenkor az átvitel során. Majd azt kell még megnézni, hogy nagyjából össze legyen hangolva a kettő PC, és akkor a hang az ugye a külön utakon járó hangunk, az is nagyjából ráfeküdjön a képi információra. Na, meg is nézzük ezt hirtelen, Elden Ring epizód... Várjál, be van egyáltalán? Érzékeli egyáltalán a kontrollert? Epizód 37, ahol is... igen, érzékeli, nagyszerű. Ott tartottunk, hogy elmentünk valamerre, egy ilyen nagyon véres helyre, ami... Mugwin? Valami ilyesmi neve volt, ugye? Ti jobban tudjátok, ti vagytok... Aha, Mugwin Palace, pontosan itt vagyunk, ide egy portálon keresztül jutottunk el, rengeteg szólt hagytunk a földön, és... Aha. Aha. Pont belefutottam, bár nem kattintottam rá a YouTube-on egy videóba, csak a kurzort vittem felé, hogy mi látható benne, és éppen azt pedzegették, hogy mennyire őrületesen nagy range-e van ebben a játékban egy-kettő spellnek. Most azt a lényt, amire, nézd meg, innen target lockolni lehet, hihetetlen, de innen lehet target lockolni a lenti lényre. Elkezdte spellekkel bombázni, valami nagy sárga, nem tudom milyen spell volt az, ilyen death ray kb. Innen meglőtte az enemit, az beagrózott, és itt a szakadékba egyből le is ugrott, ahogy jött ugye a karakter felé. Tehát azért a sorcererekkel el lehet szórakozni ebben a játékban, az fix. Egy kicsit bemelegítünk, jó? És akkor utána... Jézusom! Őrületes bringagép. Nem tudom, hogy most hangos a játék túlságosan vagy sem. Szóljatok, hogyha túl hangos a játék, mert lehet túl hangos, ugyanis volt egy OBS update, mind a kettő gépen meg kellett csinálnom. Itt nagyon sokan vannak, és nagyon sok XP-t adnak. Olyan ez a hely, hogyha végigvered minden alkalommal, amikor meghalsz... Ah, nézd meg! Ha végigvered minden alkalommal, akkor egészen szépen tudsz fejlődni. Mert ugye itt is összeszedsz nem tudom 40 ezret, mire visszaérsz a lelkedik. És amúgy a szintlépés meg kb. Ilyen 150-160 lehet kb. Tehát egy negyed szintet csak az alatt összeszedsz, hogy... Te mit csinálsz ott, te hülye? Majd azt abban. Jaj, ne más is nyomja! Ó, szarás! Wow! Az leugrott. Úristen! Ez majdnem lenyomott minket, láttátok? Hát komolyan mondom, berakta magát ötösbe is. Így elturbózott mellettünk. Nálad jó a hang? Nem csak, hogy a hang jó, hanem tökéletesen szinkronban van az átvitel. Ezek a jó felvételek, és ezt kellene az OBS-nek valahogy rendszeresítenie, hogy mindig működjön, de valamikor egyszerűen nem akarja. Fogalmam sincs, hogy mi miatt. Játék kb. Hány százalékánál tarthatunk? Erre én sajna nem tudok választ adni, mivel hogy egy open world játék, és rengeteg minden ilyen titkos dolog van benne, amit mi meg sem találtunk, csak szerettünk volna esetleg megtalálni. Olyan dolgok, amiknek a létezéséről nem is tudunk egyelőre, ugye? Nagyon sok van még benne. Ezért aztán azt is nagyon... Baszta rohadt mindenit. Jó, nem halok én meg, én ügyes fiú vagyok amúgy. Jézusom, ezt láttátok, hogy mit nyomtak? Nézd meg, hogy mit nyomnak. Wow! Innen el se találod, Ferikém, el se találod! Na végre. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden van, amit eddig még nem találtunk meg a gameben, és... Story szempontból pedig abszolút. El sem tudom képzelni, hogy hányan állhatunk. Állítólag van még négy... ilyen félisten, 50 ezer XP volt egyébként ennek a szakasznak a kitisztítása, csak azért mondom, hogy háromszor végigmész, megvan a szintlépés. Már ezen a magas szinten is, ilyen endgame szinten állunk. Nem tudom, hogy mit kezdtem el mondani. Csaponganak a gondolataim, elnézést, az Elden Ring elveszi az eszemet teljesen. Azt hiszem, hogy itt befordultunk balra, ugye? És talán erre kezdtünk el kutakodni, csinálni a dolgainkat, amikor is meghaltunk már nem egyszer,
nem kétszer, hanem szerintem akár háromszor is. És itt volt mindig egy invéd. Itt valaki mindig ránk... Ott van fent a szól. Persze, mert itt kutyák vannak, itt minden bajunk van. Itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk. Hát én inkább rámegyek ezekre így. Egy kutya megvan. Hát de leharapja amúgy a lábadat, hogyha nem vigyázol. Nyilvánvaló kapitány, persze, hogy leesek. 165 ezer. Szerintem az amúgy egy szintlépés, és nem azért mondom. Szerintem vissza kéne mennem a Bonfire-hoz szintet lépni. Annyira fáradt vagyok, Feri kinézete már meg sem hat. De most éppen mi a baj? Az baj? Nem ő meg! De mi? Fel sem volt időm állni, haver! 165k. Szevasz, Emeka. 80%-ánál járunk a játéknak. Hát azért az mondjuk eléggé szomorú. Eléggé szomorú, mert az azt jelenti, hogy megígértem nektek, hogy most a következő végigjátszás az nem Elden Ring lesz, habár biztos, hogy végig fogjuk játszani a játékot kétszer. Lehet, hogy ezt bekapcsoljuk. Megnézzük, hogy mennyi a szint. Hanem beiktatunk egy másik hosszú játék végigjátszást, és később fogunk majd az Elden Ringre visszatérni. Egyébként én még azt se bánnám. 141 a szintlépés. Hát akkor nagyon... Wow! Tényleg háromszor végigmész és szintet lépsz. Viszont mi nem fogunk most leaprítani mindenkit, ezt csak azért csináltuk meg, hogy legalább egy szint legyen. Prioritásban lesz a rúnák összeszedése, azt nem hagyhatjuk a földön. Egy szintet már ebben a magasságban az ember nem szokott kidobálni. Elég sok minden hiányzik még, aha. Egyébként hihetetlen, tehát Csaba nem is játszik a játékkal, de jobban vágja, mint én, aki már beleraktam 110 órát. Legyűgöző. Ó, Istenem, nézd meg, hát a talpunk alatt kijön a úgynevezett fosgejzír. Nem tudom, mennyire vagytok ismertek így ezekben a témakörökben. Milyen hosszú game lesz? Nagyon. Nagyon. Remélhetőleg rengeteg időt fogunk majd játszani, de majd ez még kiderül. Mi lesz ez a hosszú játék? Azt meg nem mondom el. Mi ez a hely itt szemben? Nem mondom el, mert impulzus alapján fogom kiválasztani, amit a legjobban szeretnék aktuális pillanatban. Tudjátok, hogy milyen ez? Hogyha az ember tényleg egy nagyon hosszú végigjátszásra adja a fejét, hogyha tudod, hogy a következő 160 órát az arról fog szólni, hogy ezt a játékot prezentáld a közösségnek, akkor azért jól kell kiválasztanod, hogy ne egy nyűg legyen belőle, hogy esetleg tudod a... Tényleg, tegyük fel, hogy esténként játszunk vele 4 órát, az 40 nap, és 2 naponta játszunk 80 alkalommal, vagy mi 80 napon keresztül, majdnem 3 hónapig megy a játék, érted? Szóval azért azt jól meg kell választanod. Szia Ungarmonik, hogy vagy, mi a helyzet? Úgyhogy ezzel kapcsolatban én nem merek még ilyen előzetes jóslásokat tenni, az biztos, hogy rengeteg játékunk van, amik a hosszabb kategóriából kerülnek ki, lesz mit játszani. Ó, úristen, mi az Isten ez? Mi ez te? És azt te szumonáltad be, haver? Oh, fuck me! Jó, azt a runát tedd el onnan. Szevasz, Klombahú, hogy vagy, mi a helyzet? Akár mi is legyen, az nagyon nem a barátom. Jó, megöltem, úgyhogy szerintem eltűnik a benga is. De ezt meg se volt időnk nézni, hogy mi lehetett ez. De azt nagyon jól észrevehettük közben, hogy tényleg a Summonerhöz van kötve annak a lénynek a jelenléte. Lehet, hogy önmagában nem is tudtuk volna megsebezni, mert ilyen summonált kísértett lény, ki tudja. Köszönöm szépen, hogyha nem sietettek. Igyekszem egyébként, higgyétek el, hát erről szól minden napom, hogy veletek foglalkozom, meg ugye a csatornát intézgetem. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy szarjátékot fogok a műsorra hozni. Nagyon kevés alkalom volt, amikor egyszerűen vállalhatatlan volt a játék, mint kiderült, de hát abba is bele kell futni. Hát ezek viszont nem tetszenek nekem, mert ezekkel már találkoztunk, ugye? És lehet, hogy lóhátról kellene. Nem kelnek fel, hogyha egyesével csinálod? Jó. Ezek nem akarnak velem küzdeni. De én nem is fogom rájuk erőltetni ezt a dolgot. Hát én csak a 2000 XP-ért jöttem, meg az itemekért, amik ide vannak eldugva. Amúgy nem, az most a legnagyobb probléma, hogy eljöttünk ide, hogy nem emlékszem, hogy merre jöttünk, tehát nem fogom tudni valószínűleg az utat ide reprodukálni, mert nagyon-nagyon nagy sebességgel közlekedünk, és csak megyünk a semmibe.
Nézd meg, Feri. Nem jó. Úristen, nagyon nem jó. OMG. Tartimó. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy Doomhard számára ajándékoztál egy subgiftet, az megölte a lovat. Igazán köszönöm. Nagyon hálás vagyok a támogatásért. Szállj fel, Ferikém. Köszi, köszi. Nagyon kedves tőled, köszönöm. Jój, na, hát keressük meg ezen a helyen, hogy mi lenne a cél, amivel foglalkozunk kellene. Ez szar volt. Befutsz oda, Frankon? Köszönöm szépen a követés Doomhardnak, és üdvít nálunk a vészkorúzban. Megöl. Vágod, hogy meg fog ölni? Jézusom. Gyerünk, Ferikém. Az az utca az elment, az pont bement oda a... Nem tudom, minek nevezzem. Volt ott egy kis kiugró fal rész, és az alá besprintelt. Ezért el sem tudtuk találni. Jézusom. Oké, halál. De felvettünk egy 4-es szintű hősrúnát. Tehát, hogy ide hogy jövök vissza? Hogy hol a fenében is lehetünk? Meg nem tudnám mondani. Elképesztően mélyre hatoltunk ezen a területen. Lehet, hogy legközelebb egy kicsit progresszívebben kellene, mint a Death Metal, ami a stream elején szólt. Kicsit progresszívebben kellene erre ránézni, erre az úton arra, hogy mégis hogyan érjük utol magunkat. A szólok felvétele a prioritás, és már is. Egyébként meg lehet, hogy mire visszatérünk a bonfire-höz, lehet, hogy addigra akár 2 szintet is fogunk lépkedni. Nem csak egyet. Ami ezen a magasságon... Itt voltam! What? Visszajöttem! Azt a mindenség itt neki. Nem fogod eltrálni, Feri? Menj be alá! Gyerünk, 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 öld meg! Meg kell, hogy legyen. Igen, mert ebben mindig van valami esopor, vagy valami ilyesmi. Blood tax. Az igen. A véradó? Nem baj, megvannak a rúnák. És megvan, amiért jött. Az mi az az item? Az mi az az item ott? No! Ó, Istenem. Azt az itemet akartam volna felvenni az Ash of War mellett. Az egy spell volt, amit kaptunk, nem is Ash of War. Jaj, na még egyszer. Amióta követlek, talán a Devil May Cry maradt abba csak. Hát az abban, az mindenféleképpen, mert egyszerűen nekem az nem. Nem tudom miért. Én elhiszem, hogy zseniális király sztoria van annak a játéknak. Ó, egy 9-es szintű kavics, az mondjuk, ebből lesz fejlesztés. Elhiszem, hogy nagyon jó sztoria van. Elhiszem, hogy mindenki nagyon imádja. De egyszerűen nem tudok, nem tudom élvezni vele a játszást, érted? És az mondjuk egy óriási... Nagy hátrány. Hoppá. Ti nem akartok? Jó. Akarok majd én. Megjött a fizum, örülök, hogy tudlak végre támogatni. De kedves vagy. Jaj, Dorcimo, de remélem, hogy tudod, hogy nem azért ülök ide esténként, hogy a pénzetekre rámenjek, hanem hogy egyszerűen nagyon szeretek itt lenni veletek, és pofázni miközben játszom. Az meg, hogyha esetleg a játék is tetszik nektek még mellette, vagy az előadásmód, vagy a baromkodás, ami megy itt, vagy a közösség egyéb tevékenységei miatt szerettek hozzánk járni, az számomra csak egy külön öröm, de nem azért csinálom, hogy itt nagy pénzeket dobáljatok be. És nagyon hálás vagyok még egyszer, hogyha valaki mégis úgy dönt, hogy a kórust és a csatorna fejlesztését, akár technikai, akár pedig szoftveres... hogy végződik ez a mondat? Várjál, mert most nagyon figyelek. Oldalról támogatja. Nagyon hálás vagyok érte, és igazán köszönöm. Szevasz, Irengard, mi a helyzet? Hogy vagy? Ezt a barlangot akkor már megcsináltuk. Itt egy darab csapással is meg lehetne őket öldösni. 300k XP a 2 darab szinttépés. Hát igazából 280 és már 180 megvan. Ezek az ülő célpontok azok, amikből könnyű szerrel bármikor lépek 2 szintet, és még az is lehet ám, hogy szükség is van rájuk, mert ahova megyünk, azt a helyet nem ismerjük. Ki tudja, hogy mire kell számítani. Elképzelhető, hogy egy olyan irdatlan bossba fogok belefutni, amit mondjuk csak a tankos buildben fogok tudni megcsinálni, úgy értelmezendő ez a dolog, hogy megölnek. Jaj, de jó, hogy másmerre etnikai fordulat osztál. Tehát, hogy... Szarás! Wow! Csapd le, Feri! Két karda. Jó, gyönyörű. Szóval, hogy könnyen elképzelhető, nem tudom mi, mert már megint bele zavarodtam itt a fájtba.
Ja igen, hogy valami olyasmi nehézségbe fogunk itt beleütközni, amit egyszerűen nem tudunk. Wow! Haver! Azt a rohadt! Egy csontváz! Most már látjuk, hogy hogy néz ki, amit beszumonálnak. Éj, itt van Judit is velünk. Remélem, hogy jól vettek. Sziasztok! Hogy vettek ma este? Az olyat vert a hátunkra, hogy Ferinek szerintem így beroskadt a tüdeje kb. Oda néz. Tud olyat, hogy így átfordul a hatalmas nagy őrület nagy izéjén. Bunkóján. Az a csontváz volt, ami rám vert. Jézusom! Üsd meg, Feri! Üsd meg! Jó? Oké, megvan. Kettőszázegyezer. És van egy négyes szintű hős rúnánk, azt se felejtsük el majd. Felveszünk először mindent, jó? Itt is van egy rúnark. Bárcsak jönne egy boss, ami kihívás is jelentene. Hát szerintem itt találni fogunk. Itt mindenki panaszkodott így most előjáróban, ahogy hallottuk a többiektől. Verjed, Feri? Ne hagyd, hogy támadjon, mert agresszívnak tűnik, Feri! Azt a büdös mindenit. Jó, megvan. 2300. Ez egy kétszer akkora mob volt, mint a megszokott átlag itt, ezen a helyen. Mégis. Szumonálsz? Oké. Nem adott sokkal több XP-t azért. Az baj! Az baj! Ez kettő ilyen? Hát nem csoda, hogy belementem a csapdába. Nézd, ott van! Ott van, megtaláltuk az épületet. Szerintem ott lesz majd a lényege ennek a Mogwin Palace-nek. Valami palotát mégiscsak kéne találni. Hát mondjuk egyébként teljesen logikus lenne, hogy oda akarunk feljutni, oda szembe. És itt most óvatosan fordulj. 200k-t nem fogunk elhagyni. Lehet, hogy az van a legnormálisabb megoldás, hogyha összeszednénk a rúnáinkat, visszajönnénk, és akkor itt még ráfarmolnánk egy kicsit, utána pedig csak szaladnánk. Nem tudom még, hogy mi a legnormálisabb kitaláció. Meséltek közben, milyen volt a napotok, milyen volt a péntek mindenkinél. Én remélem, hogy azért vállalható volt valamennyire. Senki nem szenvedett maradandó károsodásokat. Hiába azért hosszú hét volt most is, de legalább a következő hét az már valamivel vállalhatóbb lesz. Állítólag, te szemétlád, ti honnan jöttetek ide? Állítólag 4 napos hétvégére lehet számítani a következő héten. Jön majd a húsvét, elképesztő sonkázások, brutális torma, ami az orrodat is tisztítsa, ahogy annak idején mondta ugye a Thor elrettett Thorot. És ráadásul, itt vannak a lelkek. Ráadásul még a csoki nyuszik is okozhatnak némi szalmonella fertőzést, hiszen nem tudom, olvastátok-e a híreket, de a kinder csokikat most elég erősen vissza kéne vetni úgy fogyasztásügyileg, mert hogy állítólag úgy érkeztek hozzánk, hogy szalmonellával fertőzöttek. Megvan a térkép, az nagyszerű, de nem tudom, hallottátok-e. Minden rendben, várjuk a hívást a kórházba, jó újra hallani a hangod, de remélem te is jól vagy. Hát én minden este itt vagyok. Gyertek nyugodtan, én nagyon várlak titeket, hogy gyertek, dumáljunk, meséljetek egyébként, hogyha valaki nem tudná. Judit, azaz, hogy most Neli vagy Nili, a kedves anyukája annak a bizonyos kislánynak, Boginak, akinek tavaly rendeztünk gyűjtést. És ezúton is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki akkoriban támogatta Boginak a boldog kis életét. Level up-olunk, 207.000 runánk van, és 65 marad, ez kevés, haver. Bár, hogyha már idáig eljöttem, akkor lehet, hogy meg kéne ejteni a szintlépést. 4 darab damage pont, hát itt nincsen kérdés, STR azonnal felpakolódik. És nézzük vissza. Aha. Szerintem innen indulhattam el, és akkor jó nagy, hát egy ilyen horog alakban érkeztünk meg, itt pedig, ha minden igaz, már felvettem mindent is. Jó. Ez itt a Mogwin dinasztiának a mauzóleuma. De hiszen ez azért furi nekem. Ezelőtt állok. Igen. De a mauzóleum az nem föld alatt szokott lenni. Ez egy olyan mauzóleum, amit a magasba emeltek. Húsvét jön bizony, hát ne is. Ó, úristen. A húsvét a legkirályabb ünnep ever. Úristen, nagyon király. Az véreztet. Szerintem a friss kalács, a torma és a sonka együttállása az a legjobb ünnep ever. Legjobb, jobb. A föld alatt vagy, csak szólok. Ha úgy nézzük, akkor igen. Ebben van igazság, amit mondasz.
Volt egy kis blood loss-unk. Teljesen igazatok van. Valóban a föld alatt vagyunk. Nézd meg ezeket a szemétládákat. Ha meg akarod őket verni, akkor visszabántanak. Te mit csinálsz? Ha meg akarod őket bántani, nagyon sokan vannak. Itt nem is a lény. A lények azok, amik veszélyt jelentenek rád. Mennyi XP-t adsz? Bocsánat, számoljuk meg még egyszer. 289-et, jó. Akkor ezeket nem éri meg itt szivatni, ezek csak mászkálnak össze-vissza. Neked utána Ordovisz meg a haverja tetszett igazán? Hát abban volt kihívás, elismerem, az... Jézusom, gyerekek. Itt van Numen rúnája, ebből is nyerünk majd némi XP-t kifelé. Fúj, de undorítóak vagytok, mik ezek a kelések? Fúj, haver, jól vagy? Amúgy ezek nem is bántanak. Ha elég hülye vagy, hogy végigírtsd őket, akkor meg is érdemled, mert ugye rengeteget seb... Jaj, ne! Az igazi szarszapoly. Várjál, abból lesz baj. Jézusom. Nem baj, most már nyomjad, Ferikém. Nyomod, Feri. Úristen, very big. Feri, nyomod. Ki kell csapni, Feri. Hát ez nem reagál. Verjünk még egy párat. Na végre megvan. Most kellene elméletileg lenni valami gyenge pontnak rajta, de hát ki tudja megállapítani, hogy hol lehet egy ekkora lényen a gyenge pont. Ez busszustalan, ocsmány és ráadásul megy fel a sírkövekre. Még egyszer, Feri, nyomjad. Jól van. Most már egészen jól sikerült beállni alá. Majd amikor elborítja a testünket a kuna. Aha, jó, megint megtaláltuk valahogy. És eddig tartott az öröm. Csak az egyik kard bántja, de legalább sikerült kicsapni megint. Lögd le onnan. Nem, én itt most nagyon jó helyen vagyok, én majd innen megölögetem szépen. Úgy majd egy másik bolygóról. Kicsit olyan, mintha a Bloodborne-ból jött volna elő. Mint hogyha tényleg a vérből született volna. Tehát kiknek a véréből, ugye ez is kérdés. Undorító vagy, haver? És most már el se találom. De miért mentél oda? Minek ment oda? Na végre. Itemet adott? Visszaadott nekünk egy HP... Ne. Most tényleg oda felraktad az item. Jó, hál' Istennek fel lehetett venni. Na, vizsgálódjunk egy picit. Nézzük meg, hogy hol járunk. Látom, hogy itt is van valami felvehető. Stanching Boluses. Az lehet, hogy vérzés ellen véd. Ide, hogyha bejövök, itt mi van? Itt most nem csak a vérrel kell foglalatoskodni, hanem a tűzzel is, úgy látom. Itt van egy item, ezek valamit nagyon tisztelnek. Mit tiszteltek ti ennyi? Szarás? Hát ez teljesen hülye. Menjünk vissza erre, elnézést, nem tudom mit tisztelnek itt, ezt a kis tűz valamit. Vagy lehet, hogy fent a kapu? Hát ez lehet, hogy egyszerre lesz véres és tűzes hely. Lehet, hogy mind a kettő védelmünkre valamit majd ki kell találni. Megindulunk? Vagy szétverjük mindet? Szétverhetjük, nem baj az. Futás, Ferikém, futás, merjön a vér. Állítólag valami durva helyre érkeztünk. Én teljes mértékben állok elébe bármilyen kihívásnak, amire itt számítanunk kell. A szintünk talán nem annyira rossz, bár elnézve azt, hogy mennyi XP-t adnak itt a lények, még az is lehet, hogy egyáltalán nem állunk jól ehhez a részhez szintügyileg. Aztán ki tudja, a level 145 az lehet, hogy kevés, lehet, hogy sok, majd kiderül. Ő az igazi Bloodborne, azaz. Szevasz, Jamal, szép estét! Jó, és akkor itt van egy elágazásunk, lehet menni jobbra. De hogy lehet? Lehet menni balra. Nagyon sötét ez a hely, és egyre feljebb vezet. Az mi? Nem várom meg, hogy valami legyen. Sorry. Nem tudom, ki vagy te, de meg kell, hogy haj. Jó. Na ez 6000 XP-t adott. 6K-t adott. Szerintem nem nagyon találkoztunk még olyan mobile játékban, ami 6K XP-t ad. De itt van egy vendor. Ó, úristen, na, szörnyen sajnálom. Azért jöttél, hogy vásárolj valamit? Igen. Vehetnénk tőle rúnarkokat. Festering Bloody Finger. Ezzel lehetne egy másik player rámébe átinvédelni. Elveszett Ashes of War. Meg 5 darab Stone Sword Key. Hát az van, hogy nekünk itt mindenünk van. Szerintem, amit tőle vásárolhatnánk. Úgyhogy ezt a lehetőséget kihagyom.
Itt ez mindig jönni fog? Nézd, milyen erős! Nézd, milyen véres! Jó, és akkor még egy csapás kell, Ferikém. Jó. Ő is megadta, én is megadtam, hál' Istennek túléltük, azért a 6K XP megvan. Ne álljunk bele a vérbe. Az könnyen elképzelhető, hogy itt egy olyan... Ó, valami legendás item. Olyan bossba futunk majd bele, ami esetleg... az úr rúnája. Ez igen. Ami esetleg véreztetni is fog. Nagyon-nagyon sötét ez a hely. Emlékeztet egy DS 2-es pálya részre, ahol ilyen harangokat nem szabadott megütni talán. De közben meg a sírköveken át kellett, hogy vágjuk magunkat valahogy, és nagyon óvatosnak kellett lenni, ki kellett tanulni ugye az útvonalat. Ez egy hatalmas Ghost Glowworth volt, hogyha Ashoforth akarnánk Summon-t akarnánk fejleszteni, akkor itt lenne eldugva. Nem is erre akartunk jönni amúgy, hanem inkább megpróbálkozunk a másik irányokkal. Erre mi van? Gondolom, hogy nem erről jöttem. De igen, mert itt volt a tárgy. Nézzük, mi van balra. Szevasz, mert ez túlnál jó játékot. Most nézem God of War végigjátszásodat. Szuper, elképesztő géma, hogy ez is. Á, ne tudd meg. Szerintem az volt az egyik legjobb sztori játékunk ugye ebből a God of War negyedik része már ugye a sorozatban. Nagyon várom a Ragnarököt. Nagyon kíváncsi leszek, hogy Thor hogyan fog majd akarni bosszút állni a testvére legyilkolásáért. Testvérei pontosabban. Mert ugye megöltük Baldurt is, meg megöltük a másik B betűst. Ja, igen, 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 és akkor maradt ugye Thor, maradt Odin, lesz majd Mocha a God of War-ban, az fix, ott szerintem Mochából hiány nem lesz. Nagyon várom már azt a játszást, de még szerintem nagyjából be sincs jelentve, hogy... Szia Gyuri, vagyok a hirdetésre jelentkezni. Be sincs jelentve, hogy mikor... adják majd ki. Hát szerintem az 23-as játék lesz, én úgy sejtem. Hullája fölött majd Kratos halotti tort ül. Hát reménykedjünk benne. Én nem hiszem, hogy Kratoszt kivennék a szériából. Nem itt jöttem be, ugye? Mert hogyha most visszajöttem, megőrülök. Nem, ez egy másik bonfire, egy ismeretlen helyen. Oké, haladunk fölfelé. Itt most le is ülünk szerintem egyet szintet lépni. Cica. Mi? Azért. Azt hittem, hogy nem fogja engedni. Nézzük meg ezt a Lord's Rune-t. Ez mire való? 50k van benne. Lehet, hogy az pont elég is egy szintlépéshez. És olyan a többi cucc, amit felvettünk, az mennyit ad majd? És tényleg elég, 2300 marad. 3 darab damage ponttal lehetne rádurvítani a gírünkre. Ez szerintem irodamos is volna most felvenni level 147-en. Az is elképzelhető, kevés a HP-nk jelenleg. 1704, meg valamennyit adnak a charmok. 1900 környékén áll meg. Ki tudja, lehet, hogy oda is érdemes volna még tolni. Úgy látom, ezek itt nagyon tisztelnek valamit. Ott állnak előtte lehajtott fővel. Ez itt egy... Igen. Oh! Nem pontosan erre gondoltam, hogy én most itt felmegyek. Mindjárt vissza kellene jönnünk, basszus. Most mit csinálja? Na most már megvárjuk. És ez a teteje? Nekem úgy tűnik, hogy ott van a teteje. Megérkeztünk. De még előtte lemegyünk és rendet rakunk itt. Azt mondták még idén, de hát már nem lehet semmit elhinni mostanság. Nem baj, End Balázs. Türelemmel kell lenni a játékok felé, mert nagyon-nagyon sok olyan játék jött ki az elmúlt egy-két évben, amit nem lett volna még szabad kiadni olyan állapotában, ahogy megjelent. Inkább lettünk volna türelmesek, mi játékosok is, de legalább kaptunk volna olyan játékot, ami... Meg hát egyébként maga a fejlesztőknek is szar ez, hogy félkészen adnak ki játékokat, hiszen gondoljatok bele, hogy a játék hírnevét már nem nagyon lehet kijavítani. Így járt például a CP2070... Au, haver! Álljunk be ide! A CP2077 is, hogyha emlékeztek ugyebár. Az most megbántott is éppen, akkor... Az nem jó. Az nem jó, hogy a 6000 XP-s is előjött. Az baj viszont. Azonnal jöjjünk hátra healelni. Oké, okay, megvagyunk talán. Haver. Lesz baj. Öld meg, Feri. Akkor szarjál rá, Feri. Csak healelj. Ezt lehet újra kell csinálnunk. Ez hülyeség volt, amit itt most tettem.
De nem baj, a hely felfedezése érdekében kiírtunk mindenkit. Az még ott... Mit csinál? Mit csinálsz, te személy? Az még ott... Hát... Roma kerekezett, na... Az is biztos király lesz, nem Cory Balrog rendezi, biztos leesik az állunk, Cory B. apassága is sokat számított, ilyen lett a sztori, ezt akart elmesélni. Ez milyen szép már amúgy. Szerintem ez wow. Lenyűgöző. Szia Manu Cica, szép estét. Úgyhogy én azt nem sajnálom, hogyha egy játékot eltolnak akár fél évvel, egy évvel. Ezért írtottuk ki ezeket a lényeket. Végre! Megvan a 10. szintre fejlesztő item. Azt a büdös mindenségét. Hát mennyire sokat kerestük ezt. Na viszont azt, hogy melyik fegyverünket fejlesztjük 10. szintre, azt nem tudnám megmondani. Talán, hogyha volna egy kis eszem, akkor most mennénk vissza. Hol vagyunk? És próbálnánk meg akár rányomni egy szintet arra a fegyverre. Ha már így megvan, abból is, tehát azzal is ugye veszítünk XP-ből, amire jelenleg nálunk van. Én azt sejtem, hogy itt, ahol most vagyunk, egy bossnál leszünk hamarosan. Mindjárt kiderül. Megnézzük a kovácsot, hogy Mizunála, oké? Sok lehetőségünk van a fegyverek fejlesztésére. Nekem a legjobban tetsző az nem is az, ami a kezemben van, hanem az a... Emlékeztek a... Ez, a Magma Wormnek a Scale Swordja. Ez szerintem rendkívül jól működik, hogy B szintű STR scalingje van. Hát de hát emellé, ugye még ott lenne a kitaláció a Heavy Greatswordra, jelenleg szerintem nekünk nincs lehetőségünk 22-re tenni. Ott van még Ordovisnak a nagy kardja, ami szintén B scalingben van. Azt is érdemes volna megtolni, ez is egy sima teljesen szimpla Greatsword. A kolosszális kardok közül pedig a Grafted Blade Greatsword lenne az, amire 2 szintet nyomhatnánk. Ennek is van base scalingje. Fenn a pofám. Hát amúgy lehet, hogy ezt fogom megnyomni. Pedig nem ezt akarom feltétlen. Tehát itt lehetne tovább menni plusz 9-re. Most már van is hozzá 9-es kavicsunk. Így a damage-e megnőne 61 plusz 3, 42 nagyon sokkal. 36 36 meg... 21. Itt az kapásból 57 damage pont emelkedés, már is rakjuk felfele. És akkor most jön az, ami még nem volt, ugye, hát... Ez itt 23, meg 39. Tehát megint 62 ponttal lehetne tovább emelni a damage pontokat. És megint... nagyon király fegyvert érnénk el ezáltal, de... Nem tudom, hogy megejtsük-e. Érdekes módon a 22-es kard fejlesztés is most már elérhető. Akkor én azt mondom, hogy menjünk a Heavy Greatsword plusz 22-re. Itt a damage növekedés 7 pont, meg 13, ez egészen 20. STR scaling A-ban marad. És lehet tovább is nyomni azt a... Wow! Hát persze, én nem fogok itt izén megállni, hogy ne fejlesszük. Hogyha lenne még egy darab 8-as kavicsom, akkor meg lenne a 24-es szint, és akkor utána egyből mehetne már a 25-ös szint is, mert azokat a kavicsokat már megtaláltuk. Csak egy darab ilyen 8-as kavics hiányzik hozzá. Hozzátenném, sok hibája, ennélre imádtam a CP-t. Én nagyon várom a végigjátszásán. Teljesen igaz, nem vagyok türelmetlen. Inkább adják ki később, borzalmas lehet a vége a CP, ahogy említett. Igen. Igen, aztán ott volt most a New World. A New World az például... Hát... Igazából ilyen zero content játék lett. Az emberek játszottak vele egy csomót az elején, és utána nem volt tovább mit csinálni benne. Elhagyták, és nagyon rossz szájízzel emlékeznek vissza rá. Ezért aztán, hát érted, egy MMORPG-nek, hogyha rosszul startol, rengeteg pénz van benne, meg minden, és nem fogja soha kitermelni a saját árát, az halál a játéknak. Minek ölték bele az időt, akkor érted? Tehát az is egy nagyon nagy szívás. Hát lehet, hogy ezt a buildet fogjuk erőltetni, skacok, komolyan. Azért ez a 60 damage pont, ez nem hülyeség, meg azért itt is lehetne rátolni még majd, hogyha egy darab 8-as kavicsot szereznék. Gusztusan nagy damage-ünk van egyébként, gusztusan. Ezt a base scaling-et jó lett volna áttolni A-ba. De hogyha megnéznénk, hogy milyen fegyverfejlesztésünk van, hogyha Ordovis nagykardjára mennénk rá, meg
meg mondjuk a Claymore-t raknánk még feljebb, mert hogy azt is megtehetném, hogy a Claymore-t fejlesztem, azzal a versatilitását nyomnánk fel, ugye? De majd kell még a 7-es szintű kavicsból egy kicsit több hozzá. Hogyha erre mennék rá, lehet, hogy ez lesz a helyes út. Hol van Ordovis? Na itt van. Itt is emelkedne a damage-ünk, de nagyon sokat. Nézd meg, az ott 10, meg 4, 14, az ott 18 pont, azt mondja 32, meg 32, meg 30, ez is kapásból 65 damage pont növekedés. Tehát ez itt egy A szintű STR scalingbe menne át, amivel az Ordovis nagykard szerintem az egyik legkirályabb választássá válna a gyorsasága miatt. Nincs a shopban itt? Nem tudom. Shopban? Azt hiszem, hogy van itt egy shop, igen, a... De hogy merre? A Twin valaminél. Mindjárt rájuk nézünk, jó? Mert kicsit el vagyok itt tévedve, mert nem sűrűn járkálunk azért ezen a helyen. Twin Husks. Szerintem itt lesz jobbra. Igen, megvannak. Adjunk nekik bearinget, ami nincs nálunk. Várjál. Itt. 3, 4, 5, 6. 6-ig megy el. 6-ig lehet itt esetleg bevásárolni, és akkor utána semmi többet, sajna. Nem vagyok Souls Gamer, mindig elképedek, milyen részletes a design. Hát ennek a játéknak hihetetlen király. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. A sztoria egyébként meg még durvább. Tehát, hogyha... Várjál, van ott még kettő shop, kettő másfajta shop, patches is ott van, meg minden. Ezt megnézzük még. Ugye az ember elkezd így leásni benne, hogy miről is szól ez az egész. Nagyszerű, komolyan lenyűgöző az egész, úgy ahogy van. Nem, itt semmi nincs, és a Blackguard, itt meg Riának a necklace van. Na jó, akkor hagyjuk. A 10-es szintet... Annyira nem tudom, hogy rányomjuk el. Arra a kardunkra, ami az offhandben van. Végtérés azért elég sokat növeltünk most a damage-ünkön, alapból vagy 100 pontot. Az egyiken vagy 60-at, a másikon meg 50-et. Én ezt most ennyiben hagynám. Nem maxoljuk ki a damage-et most ennél a pontnál, hanem hogyha találunk még egy 8-as követ, akkor egyszerre maxoljuk ki majd a kettő fegyvert. DS2, mindegyik DS-t végig játszottuk, igen, az összeset is. Mármint úgy mondom, az összes Souls-like-ot. Most jelenleg nincs olyan Souls a csatornán, vagyis hogy a világon, amit ne játszottunk volna végig még. Itt ez alá kell bemenni, és ide jöttünk. Midpoint? Midpoint. Úgy tűnik, hogy a midpointhoz jövünk el. CP2077-nek is még csak most decemberben kellene érkezni, hát sok pénz van benne, sokszor elsődleges szempont. Hát tudod, a befektetők azért, meg a gamerek, tehát túl nagy marketinget nyomtak oda, túl korán. Igazából nem is túl korán, mert... hát de évekig ment a marketing a játéknak, és aztán nem tudták időre teljesíteni, ezért félkészen adták ki. Azt egyébként nem is lett volna szabad megengedni, hogy az előző generációs konzolokra megjelenhessen, mert ott voltak a legnagyobb érvágások. Tehát, hogyha a Sony kivesz egy játékot a shopból, az már nagyon sokat mond szerintem mindenkinek. Olyanra példát nem sokat látsz, hogy onnan eltűnjön egy játék. Oké, megérkeztünk ehhez az arénához. Lássuk, kit állítanak szembe velünk ezúttal. Szevasz, Pamacs! Be volt ígérve, ezért kellett kiadni. De hiba volt, azért azt szerintem mindenki aláírja, hogy arra nem lett volna szabad megjelennie. Nem, ez PC jelenleg. Szevasz, Gorem, erre vártál? Fúj, de undorító az, haver. Úgy néz ki, mintha egy pók tojás lenne. Kidugja a kezét, a repedésen is ömlik a vér. Jesus. Erre vártál? De remélem nem a fő bosszánál vagyunk a játéknak. Hát, jó sok véred van amúgy. Gyere, oda küldjük Ferit, aztán meghempergetjük benne. Lássuk, remélem méltó ellenfél lesz. Hát lehet, hogy itt töltjük el a ma estét. Én benne lennék egyébként. Van feje? Mokibot imádja. Örülök, hogy neki legalább tetszik. Legkedvesebb Mikellám.
opcionális az király. Egy ideig egyedül kell lenned. Abide. Mi az, hogy abide? Welcome. Honored the guest. Üdv. Megbecsült vendég. A dinasztiánk szülőhelyénél. És akkor te vagy a Durvé? Moog. Lord of Blood. Ez egy félisten. Erről beszélt nekünk a Roundtable-nél a csávó, ugye? Nem ismerős egy kicsit? Nem. Talán ott a föld alatt találkoztam vele. Nagyon messze van a range. Aha, és ez ugyanaz kb. Nagyjából ugyanazt csinálta, láttátok? Annak Moog volt a neve, nem? De nem Lord of Blood. Hanem valami más. Jaj, ne csináld, hogy ugyanaz a boss. Amúgy. Hogyan öltem azt meg? Azt hiszem agresszív taktikával ledaráltuk, ugye? Én úgy emlékszem, hogy igen. Akkor kezdjük meg. Szevasz, Hardcore Delphine, hogy vagy, mi a helyzet? Szép estét mindenkinek, hey guys. Nagyon szépen köszönöm, Hardcore Delphine, a 100 bites szurkolást. .497. A range az nem a barátom. Az mi az a shackle rajtam? Lelassulok tőle? Mi aztán? Érdekes módon nem jön a shower. Nem csinálja a vérzuhanyt maga körül. Ez mondjuk nem szar, ezt el kell ismerjem. 9 spotting van még. Talán volt egy phase 2-je, nem? Ott a zuhany, megjött. Jó, ugyanaz a boss, oké, már vágom. Már megvan. Akkor erre ráiszik a vidéki men. Mi ez a... bárhol... Ó, wow! Ezt ki kell healelni. És ez a phase 2, szárnyakat növeszt. Azt a büdös mindenit, de király. Vissza is healelte magát. Tehát valószínűleg az én véremből vette vissza. Magának. Ez halált jelent nekünk. Várod, hogy beinduljon a hype vonat? Hát itt már a hype vonat megy, hogy egy ilyen bosszal futottunk össze. Végre egy igazi félisten ellen küzdhetünk. Mi lehet ennél nagyobb hype vonat? Nem tudjuk megütni. Túlságosan akciódús a phase 2-je. Az halál. Mi kell az enyém, és egyedül az enyém, mondta. A phase 2-ig nagyon szépen elmentünk. A phase 2 értékelhetetlen lett, amikor elkezdte visszahílelni magát rengeteg HP-re. Úgy ment át phase 2-be a boss, mintha még csak most kezdtük volna el csapkodni. Azt hiszem, hogy van egy item itt kint, amit használhatnánk, hogy a földhöz szegezzük egy pillanatra. De nem fogunk ilyen csalásokkal élni. Ígéretes? Ígéretes, bizony. Na gyere! Kellene nekünk is valamilyen healing spell, nem? Nem emlékszem, hogy egyenes irányba is dobta volna a vért. Csak nyomját, Ferikém! Ne szarozzál! Nem volt jó. A range-ekkel még nem vagyok tisztában egyáltalán. A dupla penge az nagyon jó sebzés biztosít, de... Rá kell, hogy döbbenjek, hogy többet kell sajnos dashelnem. Mellé veri, látod? Mert hátra áll a boss. És itt még mindig belendít egyszer. Shower. Mit csinál ilyenkor? Nézzük meg, hogy mi ez a spell. Jaj, de szépen megküldte. Tűz és vér egyszerre. Gyönyörű damage.
Gyönyörű. Nagy a delay, hogyha midrollban vagy, akkor is beleakadja abba a pengébe. Meg kell állnod egy pillanatra és utána tovább rollolni. Menni fog? Én nem vagyok abban. Nem kételkedem, hogy meg fogom ölni. Inkább az a kérdés ugye, hogy mikor fogom megölni majd. Lépcsőn vagyok. Feltépi. Azt sem jön a Phase 2, de hülye vagy, Móki. Nem baj, jó ez. Nem találja el, hát folyamatosan hátrál. A lépcső pedig nagyon jó helyszín a támadások kivédésére. Ilyen messzire már el sem dobsz, inkább gyere közelebb. Ki kell szaladnunk szerintem majd az AOE-jéből, ami healeri meg ilyenek. Most nem akarsz így átmenni Phase 2-be, vagy valami? Dehogy nem! És a másodiknál megöl. Nagyon vigyázzunk el az 50% HP-ra. Nem tudom, hogy mennyi lehet a range. Nem is láthattuk. Hát teljesen a vörös köd az elborította a szemeinket, és nem láttuk, hogy egyáltalán ez ilyen arena wide, vagy inkább, mit tudom én, mindössze néhány méter. Na még egyszer. Boss maga nem meglepetés már számunkra, hiszen levertük őt a föld alatt Leyndell Cityben. Mellé veri. Verikém. Mi lenne, hogyha csak akkor ütnék, amikor szabad? Delfin, köszönöm szépen a Dietrich Live-nak ajándékozott subgiftedet. Köszönöm szépen a támogatást. Pont a lámveri. Feljövünk a lépcsőre, nekem ez jobban tetszik az itt lévő küzdelem. Na, csak nem spoilerezz valaki. Kalypszis, hát ennyi, kérlek. Ilyet. Pedig nagyon türelmes moderátoraink vannak. Hey, a 9 hónap. Visszaaktiválta, azt mondja. Nagyon szépen köszönöm. Hát a bossnak a hatására történt ez? Mognak köszönhetünk egy visszatérő feliratkozót itt a csatornán, egy igazi vészkoristát Hardcore Delfin személyében. Köszönöm szépen a támogatást neked, nagyon kedves tőled. Szégyellem, bújtosan elfele? Hát nem szép dolog a... Igen, amikor megmondod, hogy kell valamit csinálni. Gondolom, hogy ez történhetett. Jó volt! Hátrafele soha ne tessej, amikor egy agresszív taktikát igénylő boss ellen küzdesz. Meg is vagyunk ezzel. Gyönyörű. A delay-ek, azok az időbéli eltolások a támadáson. Nagyon oda kell figyelned. Hívd le megint a sávvel, gyere. Második gyűrű. És mi van a harmadiknál? Szevasz kincső, mi a helyzet? Rosszul hallottad. Biztos vagyok benne, hogy rosszul hallottad. Mellé veri. Gyerünk, Feri. Mert a boss jelenleg mellé veri. Ó, rá tud fordulni. Aha. Meglepő és kevésbé mulatságos mozdulatai a bossunknak. Tépp fel nyugodtan, te csicska. Ó, és utána jön azonnal, persze. Jobb kézzel ez, bal kézzel az. El is felejtettem. Tépp fel. Ugye megyünk Phase 2-be. Most jól hátrálunk. Nem kezdi meg. Miért nem? Most már 3 gyűrű van rajtam, nézd csak. Aha. Arena wide. Arena wide az egész, és visszaíleli magát. Hányszor képes vajon megcsinálni ezt? Iszonyat range-ben küldi azt a szar. Ez nagyon durvi. Elfogyott a poting. Ráadásul mellé ugrottam. A damage-ünk az rendkívül jó rá. Azzal baj nincs.
inkább a HP mennyiség, maga a vér, ami itt gondot okoz. Az is lehet, hogy ezen a szinten nem tudjuk elverni. Ne legyünk kisítőek. Mindössze a... dash. Hogyha jól csinálod, ha megtanulod, hogy hogyan dash-elj, akkor már is nem sebez annyit. Hát ez bizony tökéletesíteni kell. Tehát itt minden tekintetben rá kell feküdni arra, hogy hogyan sajátítsd el a bossnak a move-jait, mert máskülönben nem lehet meg. Hogyha túl sok potit használsz el, akkor a kihílelős résznél már nem fogsz tudni mit kezdeni vele. Az a 6000 runa ott a földön sokat nem segít. Szávasz, Folti, szép estét! Hogy vagy, mi a helyzet? És megy fel a vér, bár nem állsz benne. Gondolom azért, mert belefeküdtem. Gondolom, igen. 1, 2, 3. Támadás. 2. A második már nem találja el. Ez nem volt annyira szar. 1. Dash. 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 Támadás. Dash, showerből ki, sajátítsuk el a mozdulatait, és hogyha úgy... Basszus, hát nézd meg! Ez a támadás már az előzőben sem ment. Amikor előzőleg küzdöttünk meg vele, akkor sem működött. Tehát egyszerűen nem tudom érezni, hogy megemeli azt a szart, hogy mikor fog és meddig ér el. Mikor fog lecsapni a vége, ugye? Ez szar volt. Hajtsad, gyerünk! És nézd meg, és idáig is elér. Szar volt. Ezt a dash-t még nem látom. Shower következik. Hátra menjünk szépen, várjunk egy picit. Nem megy feljebb a HP-m? De, csak nagyon lassan, mintha most indulna meg. Ez egy STR build, igen, pontosan ahogy mondod. 2 darab irdatlan nagy karddal játszunk, és közben már én fejben taktikázok itt a shieldekkel, egyebekkel, hogy mit lehetne még ellene bevetni. Lehet riposzt támadást, most! Na jó, ez most jó volt. Riposzt támadásokat kellene még itt kitalálnunk. Ez a robbantás, ez nagyon szar volt nekem. Hey, wow! Úristen! Úristen! Hát 1200 bit! Most mennem kell, mert vendégeket várok, de talán később még benézek, ha meg nem, akkor majd holnap. Kitartást, kukat, malka és menőfok. Nagyon szépen köszönöm! Hardcore Delfin, igazán hálásan köszönöm! Wow, köszönöm szépen, 1200 bites támogatás! Wow, igazán nagyon hálás vagyok, remélem tudod. Köszönöm szépen! Most figyeljünk, mert jön a vörös rész. 1, így áll. Figyel! Na és akkor most így 5 darab potival sikerült átjönnünk. Vigyázz magadra, Hardcore Delfin, és érezd jól magad a vendégeiddel. Aztán remélem találkozunk még ma este. Hát, Folti, mi nagyon szorítunk neked, hogy összejöjjön, amit szeretnél. Nem volt jó a neki ugrás. Vigyál, Ferikém, vigyál! Mit csinálsz? Wow! Na, itt van egy időablak a támadásra. Ez tetszik. Ez már helytelen döntés volt. Na, lássuk! Mit csinál? Shower, oké. Okay. Pedig csak darálni kellene, de ezzel a sebességgel nem tudom megcsinálni azt a darálást, amit szeretnék. Hülyeség volt, és még rám is robban. Most mit csinálsz? Wow, rárepülő támadás, robbanás, minden! Most nem is tudom, hogy mi jött meg pontosan. Oké, okay, azért most már eljutottunk a Phase 2 azon fázisába, amikor meg is tudjuk sebezni. Szevasz, Káosz, 11:20. Üdvít nálunk, jó estét kívánok. Na, szerintem
itt az idő, hogy megnézzük egy gyorsabb build-el, mit fog tudni kezdeni. Ordovis nagykardja, és kiegészítésnek egy Heavy Claymore plusz 20-as szint. Ezzel a támadásaink sebessége jócskán megnövekszik. Lássuk, a sebzésünk vissza fog vetődni. Ez trúdet, de nem baj. A sebesség talán behozza. És hát nem, mondjuk hosszában nem hosszabbak a kardok. A ranger nem segít. Nem volt jó a dash. Utasd a sebzésedet, Ferikém. 412, nagyon kevés. T88, ez már tetszik, ez vállalható. Rányomott egy olyan valamit. Nem tudjuk, hogy mi lehet. Nem tudjuk, hogy mit csinál a spell. Ez egy debuff mindenféleképpen, de nem tudod, hogy mire. Hogy nem tépett fel azt onnan a haver. Gyerünk. Nagyon jó, most kell nyomni. És eddig tartott, oké, okay, de nem baj, 2400 belement valahogy. Gyerünk, nyomjad még, nyomjad Ferikém. Mi a fene lehet rajtad? Mi a fene lehet ez a három gyűrű? Nagyon jó volt ez most. Ez gyorsaság, ez nagyon jót tesz a fightnak. Elképesztő zenék a háttérben. Most. Shower. El kéne nyomni a másik potit, tudjátok, amelyik passzív feelinget biztosít számunkra. Azt már a játék elejé óta nem váltottuk egyébként át. Lehet, hogy volna olyan... Köszönöm, Only One Leo a 90 bitet, nagyon kedves tőled. Lehet, hogy volna olyan fizik flaskánk, ami vér ellenállást biztosítana, mert mindent megnéztünk már, csak azt nem. Ott, amikor rakosgattuk össze a fizik flaskát, lehetett látni, hogy lightning elleni védelem, tűz elleni védelem, minden elleni védelem van, ki tudja, lehet, hogy ebben találhatnánk még olyat is. Küld meg Ferikém. Most lehetett volna darálni. Így áll. Még egyszer így áll. Jó. Oké, okay, nagyon jó, 10 darab flaskával megyünk befele. Lássuk, meg tudjuk-e csinálni. Te csicska, hát ja, jó, ez hülyeség volt. Oké, okay, nem baj, elért az onnan is. És jó, még ez is bejött neki. Hát 7 darab flaskával akkor a célért. Onnan ki tudsz jönni? Ja, láttam, szétvered a berendezés, nem baj az. Szevasz, szőkevisi, szép estét mindenki másnak is, köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Azt a büdös mindenit. Teljesen más lett az időzítése a lecsapásnak. Jézusom. Átmegy rajta. Ferikém, nyom meg. Ez máshogy nem lehet, Feri. Még rád is robban ez a szar. Pedig ez lesz a megoldás szerintem. A két kisebb nagykard. És ilyenkor még maga alá kakál. Nehogy showeröz. Köszönöm. Szar volt teljesen a most a szekvencia. Nagyon egy vonalban csináltam a dash-eket itt a legvégén, amikor megölt a támadásaival. Tehát először is eltalált, amikor elkezdtem rollolni, és a másodiknál is eltalált. Hogyha ott lett volna egy kicsi delay a rollomban, akkor mind a kettőt kivéthettük volna nulla sebzéssel. Ez nem volt szar próbálkozás. Erre nem lehetett azt mondani, hogy béna. A dupla kardnak a sebzése egészen jól működik rajta. Az első fázis az rendkívül jól ment, én azt gondolom. Ja, egy gyors tanulós őrület lesz ebből. Meg kell szokni. Ja, meg hát persze nem szabad elfelejteni, hogy minden azon múlik, hogy milyen movesetet kap a boss. Édes Istenem, hát mindig akkor deselek. Ma voltam új melóhelyen, iszonyat jó volt. Végre nem kell se 7 napot, se 3 műszakba járnom, már csak felmondási idő. Ideig. Hát azért...
Mi? Várjál, most nem tudom értelmezni. Felmondási idő idejéig. Tehát akkor... Ja, hogy, mert hogy még az alapmunkahelyed... Jó, értem. De az nagyon jó. Figyelj, nagyon örülök neki, hogyha az új munkahelyed az király lesz. Az nagyszerű hír. Ígyük meg a másik flaskát. Most esse. Á, Isten, most már későn nyomom. Ezt a támadását muszáj megtanulnom levédeni. Még mindig tanuló fázisban vagyunk, ne lepődjetek meg, hogyha bénázom egy kicsit. Hát azért hiába. Alig 20 percre kezdtük el a bosst írtogatni. Hihetetlen, hogy nem találd el, mert hátrál. Ez a legusztusnabb taktika egyébként a bosstól, amit csinálhat. Szépen elkezd hátrálni, kifele a támadásainkból. Fel is tépi a betont. És itt is, hogyha szarul deszelsz, akkor be fogod kapni a robbanást. Nem jó, szarul deszelsz, be fogod kapni a csapást is. Ez semmiképp nem egy jó próba, ezt resetelnünk kellene. Ha testéhez közel állsz, akkor nincs nagy baj, ugye? Ezzel meg nem tudsz mit csinálni. Köszönöm szépen a 100 bitet, kedves Judit, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Örületes bringagép. Verd már meg Ferikém, hát valami legyen. Most a phase 1 is rendkívül szar lett. 2400. És itt van egy nagy szünet a támadásainkban, hogyha hármat támadsz egymás után, akkor vissza kell állni a alapállásba a karakternek, mielőtt újra kezdhetné a hármas támadás sorozatát. Hogyha itt nem állunk le, és nem korrigáljuk egy dash-sel a hármak között, akkor szerintem az halál. Hobbim lesz a munkám, ennél jobb nem is lehetne. Motorokat szereltek egész nap, 8-16-ig hétfő több péntekig. Hát az tényleg nagyszerűen hangzik. Nagyon örülök neked. Nagyon örülök neked. Hát remélem, hogy minél tovább fog tartani, nagyon fogod szeretni, jól fogod magad érezni. És hogy minden szuper lesz. Kollégák, a főnök, minden. Most se volt jó a dash, pedig azt hittem, hogy most jó lesz. Dash! Nagyon jó. Kicsit belerakunk itt, jó? Most lesz a jó. Na, most nem lesz jó. Édes Istenem, nézd meg. Nem képes kitolni magából. És még ez is bejön neki. Ez is bejön neki. Itt az ivásra reagál, én úgy gondolom. Meglendít. Kettő. Jó volt. Visszajön. Oké, mehet a támadás. A robbanás remélem nem híleli amúgy. Hátra azonnal. Szar próba, de... Már megint eltalál, nem hiszed el. Ó, édes Isten. Nem tudtam dash-elni, mi a fene? Nem lehet, hogy az a shackle, vagy minek nevezzem, azok a körök ott ezt csinálják? Én mindig nem tudom, hogy mi az. Na, rakjuk szépen át phase 2-be. Most kezdődik. Kettőt ittam, mert véletlen elhittem, ugye? Tényleg nem lehet kiszaladni ebből? Tényleg nem lehet kiszaladni, és egyre nagyobbakat ver, látjátok? Hát vagy lehet, hogy nagyon messzire kellett volna eljönnöm. Aki range-del játszik, tehát mondjuk Sorcerer-rel, IA-szal, akármivel, annak most ez a rész biztos sokkal jobban sikerül, mint nekem. Daráljad, Ferikém, daráljad. Hát, ha bejön egy Stagger valamikor. Nem volt jó. Most ez sem lesz jó. Nem jó az sem. Rá kell jönnünk, hogy hogy mennek a move-ok itt. 5-17. Most leteszi. Hátra jössz. Iszol. Mész előre. Nagyon jó. És még dobál is, ugye? Persze. Ez most nagyon szép volt. Ezt sikerült elkapni, hogy hogy csináljuk meg. Na, gyerünk!
Ajj, de hittem. Jó, azt most viszont nagyon behittem. Sőt, ezért is meg fogom kapni, ami jár. Igen, 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 mert onnan felállva már pánikban elkezdett esselgetni, hogy nehogy eltaláljon. Tehát direkt úgy van időzítve a boss, hogy pont akkor találjon el, mert így van egyszerűen kitalálva. Hát ugye azért sokféleképpen már nem lehet ezt a DS mechanikát itt alakítgatni, meg újabb kihívásokat találni benne, ezért ez a delayezés, a támadásoknak az más egy időzítése, hogy összezavarják a játékost, ez még egy nagyon jó eszköz arra, hogy a kihívás faktort és a tanulási fázist azt újra el lehessen érni benne. Hát máskülönben, hogyha olyanok lennének itt a fájtok, mint amilyenek a többi DS-ben voltak, nem kell akkor nagyon-nagyon tanulgatni, tudjátok, és így hát nem lenne annyira izgalmas sem. Mi történik már megint? Megint úgy látom, hogy valakire... Srácok, miért akartok backseatelni? Annyira nem szép dolog ez. Komolyan mondom. Azt tudjátok ugye, hogy a pokolban külön bugyor van fenntartva a backseatelőknek és spoilerezőknek? Én nem viccelek. Komolyan mondom, a múltkor volt egy látomásom, hogy Jézus jelent meg előttem, és azt mondta, hogy Mokikám, ne törődj bele, meglakolnak majd. Én pedig azt mondtam Jézusnak, mert legál. És erre azt mondta, hogy igen. Köszönöm szépen, Vicecourse, mi a helyzet, hogy vagy? Jaj, a vége, pont elkapott. Na gyere, csicska! Aki erős, itt megáll előttem. Én megyek, hát hova sietsz, te hülye? Oh. Jobb, hogy a bomba kapott el. Ez nem lesz jó, de jó lett, érdekes mond. De ez már nem volt jó. Bomba kapott el, és nem a toló támadás. Én nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen a kérdést. Csodálatos ez a boss, nagyon tetszik a vele való küzdelem. Eddig tartva jön rajtam az a szar. Alapból nem úgy tűnik, mint ami venné le a HP-mat. Rajtam van kettő is. El kéne, hogy múljon, ugye? Ebben a végjátszásban nem csalunk, nem használunk summon, nem használunk eshoffort, nem használunk plunging-eteket ugrásból, semmi olyat nem használunk ebben a végjátszásunkban, ami akár a régi DS szabályokhoz mérten újdonságnak vagy csalásnak minősülne. Ezt mindenki kérem jegyezze meg. Nem csinálunk ilyen csalásokat ebben a végjátszásban, és értem én, hogy nektek azzal működött, meg hogy mennyire nagyszerű, de mi nem használjuk. El lehet verni ezt essel egy hitlessben, érted? Úgy, hogy nem üt meg. Soul level van on, én meg soul level 146 vagyok jelenleg, úgyhogy ne felejtsük már el ezt a dolgot, ha kérhetem. Lehet, hogy a három darab kör körülöttem most még nagyobbat. Ne így áll még! Istenem, korán ívott. Szarrá kell nyomni a potigombot. Szarrá kell nyomni. 51-ére már nem annyira élvezetes. Nincs ezzel baj. Oké, ez jó volt. Hátra. Istenem, mennyi vér! De gyere fel a lépcsőre, amit itt most már összekuláztál. Hát most rendesen keresztbe tettél. Szar helyre ment ott a vér. Látjátok, hogy most már a tridenten is van egyébként belőle? Hátra. Nem fogod tudni megcsinálni, hidd el nekem. Ó, szarás, még onnan is jön neki, jó? Van még rész, amit nem vérzik? Nem azért, csak előre csap. Látjátok, a vér a tridenten van rajta. Ahol véget ér az a szar... Kétszer csinálja. Wow! Na, azt még nem láttuk, hogy kétszer szúr. Ez újdonság. Helytelen. Szúrjad, Ferikém, csak szúrjad. Jó lesz. Ne állj bele, jó?
Semmi jó nem származik ebből, hogyha beleállsz a tűzbe. Semmi jó egyáltalán. Hiába dobod el. Itt is küzd valaki mellettünk, egy másik player. Mi? Shower? És konkrétan. Kettő. Jó. Ilyenkor mindig jól jön ki. Három. Négy. Nem volt jó. Nem volt jó ott. Egyáltalán nem volt jó az a próbálkozás. Mindegy. Legalább leraktuk. Nagyjából 40%-nyi HP-ra. Ez is haladás. Szerintem. Meg se tudod már sebezni, mert össze-vissza repked. Ilyen bosszán mehet századjára is a harc, a GG akkor is GG lesz. Igen, 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 igen. Hát figyeljetek, már ezért ülünk ide játszani, nem azért ülünk le játszani, hogy végig szaladjunk az egészen. Hát annak mi értelme lenne? Ezek azok a küzdelmek a játékban, amik miatt megéri szóval játékot játszani, szerintem. Megvan benne a nehézség, a kihívás, és annál nagyobb az élmény, amikor végre teljesíted. Álljunk meg, nem jók rajtam a csármok. Azt hittem most szarul csinálom. Most csináltam, nem baj. Nem csinálod tovább? Hány darab van rajtam? Egy. Jó kérdés, hogy mit szabályoz. Próbálom elcsípni. Mi történhet? Talán a vérből kapunk nagyobb damage-et, hogyha az a szar rajtam van. Egyet ráiszik a vidéki, mert jobb lesz, jobb lesz. Nézzétek meg, amúgy majdnem 3 flaskát el kell fogyasztani a HP bárunk feltöltéséhez. Tehát rengeteg HP-nk van, ha úgy nézzük. Szar volt a dash. Mindig a kézmozdulatra dash-elek, pedig nem arra kell, hanem a spellre. Ez is egy gusztustalan csel. Mi az, aki részéről? Nem találsz ott el amúgy. Nem jó, mert a kézmozdulatra desselek. Menjünk hátra. Kettő lett most rajtam. A zene minden, itt minden összeáll ennél a fightnál. Zseni, komolyan nagyon jó. Egy. Nem jó. Na Istenem. A delay, ugye? Egy. Kettő. Nem tudsz rászámolni, nem jön ki. Nem ritmusra van, teljesen össze van esve az a szekvencia. Egy. És nem lett kettő. Túl távol voltam a boss szerint is. Megint a kézre nyomja. Na, rakjuk át Phase 2-be? Inkább ne. Nem lehetünk greedy, muszáj türelmesen kivárni. Máshogy az ott nem fog menni. De ez most jó volt. És az is nagyon jó volt. Itt van a Phase 2, már is. Lássuk. Nem lehetne ilyenkor ráverni még egy párat, nem? Így áll Ferikém. Így áll Ferikém, nem baj az. Jó lesz. Csak nyomjad. Nem látom, hogy hol vagyok. A fene vinné azt a tömegsírtot magam mögött. Szarás. Így áll Feri, így áll. Így áll még egyszer. Ez nagyon durva volt. Hát volt mögöttem egy sírkő. Még a vérzés is most ütött be. Teljesen végig hemperegtünk az összes vérben, ami csak volt, pedig nagyon jól kezdődött a Phase 2 maga. Az marhára jó volt, hogy ott mellette állva vészeltük át a támadásait. Ezt kellene megint szerintem elérnünk, mert ott van egy kis időablak, hogy akár 3-szor beverhessünk neki. A equipment wise, a max HP stam... Aha, na a max equip load az, amire nincs szükségünk itt most. Szerintem nem lesz olyan talizmánom, amivel... Mondjuk ez az immunitás, meg fókusz, ez lehet, hogy jó, lehet, hogy itt a vérzés ellen valamit az ad. Mivel hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi ez, hogy immunitás, robosztusság és fókusznövelés. Már elolvassuk.
nem, nem. Itt nincs megmagyarázva, hogy milyen statokhoz, rejtett háttérben lévő számokhoz ad hozzá ez a charm. Ki lehet próbálni, de még az is lehet, hogy egyébként ez a Magic Damage Negation lenne a jó. Hát a fene sem tudja megmondani. A Lightning az biztos, hogy nem jó. Ennek tutira nem szent sebzése van. Immunitás. Ez rot, ugye? Nézd csak! Igen, az immunitás, az a... de itt el van magyarázva, itt pedig látjátok, nincs. Ez az, ami a poison és a rot ellen segít neked. Vettem egy másik kecskét, ami egy a cégnél dolgozó úré volt, azt is 3-ért, az a felújítva, elég jó állapotban van, nem volt annyira érdekes, hogy megemlítsem szörpezési, már nem jutott eszembe ez a kocsmai eset. Kecskét? De hogy a... mi, drótkoszorút? Tehát, hogy biciklit vásároltál? Na jó, szerintem ezzel az immunitással most egy kicsit lehet, hogy jobbak leszünk. Ez a potencia, sorcery őrület, fire attack power. Ja, és mivel, hogy alapszintű kardunk van fent, ezért akár felrakhatnék magamra valamilyen durvító varázslatot is. Miért megnézem, hogy mik vannak még. Milyen lehetőségeink vannak ellene. Nem használunk ki mindent ugyanis, amink van. És iszom is egy kortyot. Ez a Dex meg a Face növelés. Nagyjából itt megállunk. Jó. A Equip Load az tökéletes most jelenleg, ahogy áll. Viszont, hogyha bemennék a kezembe valamilyen itemet, amivel még nagyobb sebzést kölcsönözhetnék magamnak, azt hogy csinálnám? Equipment. Nem tudjuk, hogy melyik damage típusra csicska a boss. Vannak viszont olyan lehetőségeink, amit felpakol... ja, hát meg akár dobálni is lehetne. Ugye a Kukrinak a sebzése az egész vicces. A Fendegurst meg el se kezdtük használni ellene. Pedig lehetne ilyet is így vicceskedni vele, hogy távolról. Pusztán a móka kedvéért tegyünk be egy ilyet, nézzük meg, hogy mit csinál. Itt vannak, ami nekünk kell. Bevonja a fegyveredet és Magic Damage-re alakítja. Lightning Damage, Holy Damage. Fogalmunk nincs, hogy melyik az. Van itt Frost, Sleep. Ez itt speckó sárkány támadásokat enged meg neked használni. Gyorsan rakja fel neked a Fire Damage-et. Nem tudom, szerintem egyébként pont úgy néz ki ez a boss, mint ami Fire-re nem igazán. Inkább nézzük meg ezt a gyorsan Holy Damage-et alkotót, jó? Gyerke marha kecske, te vagy a legjobb, miről beszélsz? 12-32 a világrekord? Mi most folyamatosan pörögnek a világrekord kísérletek, vagy mi van? 12-32 alatt valaki átbagoltatta magát a térképen, és elment a főbosshoz, aztán elverte első egyben. Szerintem ez lehetett inkább. Kettőt verhetsz, Feri? Kis szerencsével, de verhetsz, igen. Ha sebződni akarsz. Kettő biciklit vettél? Miért? Családtagnak is? Nem a kézre dashelsz, a spellre dashelsz. Nem jó, majdnem nem jó lett. Visszafele már eltalál, ezt ki kell healálni. Észrevettétek, hogy nem jelenik meg rajtunk a... Azt mondta, hogy duó? Az volt a felirat alul, hogy duó? Mi volt az a felirat ott alul? Na, tehát hogy nem jön ránk a rot. És most pedig nagyon gyorsan megy lefelé. Mi a fene? Nem jó. Miért mondta azt, hogy duó? Csak a boss mondhatta, ki más mondaná. Fendegurst, dobjunk el, nézzük meg. Ja, ez szar, ez nem az, amire én gondoltam. Hát ez semmiképpen nem jó ellene. Hát vicces persze így dobálgatni, de nem az lesz a megoldás. Mi történne, hogyha ráraknám ezt a kardomra? 727. 805. 1632.
Mennyi támadásod van még azzal? Nem annyira sok, mint. Így áll. Így áll. Így áll. És lehet verni. Mi volt ez? Az mi volt? Ilyen hirtelen csinált, láttátok? Sokkal jobb a véreleni védekezésünk attól a csártól, amit berakunk, láttátok? Istenem, nem volt jó adás. Még a robbanás is. Azt hittem, hogy megsebez. Jó. Kettő. Támadás. Hátra. Nem jó. Sokkal jobb a véreleni, a rotanásáni ellenállásunk. Sokkal, sokkal, sokkal jobb. Most. Gyönyörűen csináljuk most. Nagyon jó. Ó, még elfelejtettem, hogy itt még robban is egyet. Istenem. Nem nagyon jön ránk a rothadás. Látjátok, hogy milyen mértékben csökkenti? Istenem, de szar volt. Teljesen más ütemben csinálja. Robbansz még, nem? Több a HP-ja. Kisebb a damage-ünk. Mi történhet vajon? Tessej, haver! Stamregen hol van? Ne várj! Oh, shit! Helytelen volt a döntésem. Ez is. Így áll, Ferikém, így áll. Kettőt így áll most már. Ennyi volt a healinget. Mész befele, támadsz. Gyönyörű haver. Mindenhova le tudod azt köpni? Van olyan, ahova nem? Nem volt jó. Most nem sikerült a spell. Rám jött a vérzés. Beleállok a kulába. Nagyon szép ez a próba. Nagyon szép. Nagyon minden tökéletes. Ezt így sikerülne. Ezt így sikerülne, akkor meg lehetne. 30 óránál vagyok, még csak most töltem meg Margitot, mondjuk plusz 7 kard meg minden. Azt mondom, meg is lehet. Na, gratulálok, ez szép eredmény. Egyet vettem délután, egyet pedig utána nem sokkal, ami alkatrésznek lesz. Ja, értem. Akkor te ezeket nyomod fel a bike magra? Egyetlen létezik még a bike mag? Ilyen épített bringákat szoktak ott eladni a bicikli fanatikusok. Az egy jó kis fórum, ott mindenféle bringát találhatsz, megbízható hozzáértő személyek által. Meg hát persze nem olyan személyek által is. Nem jó, de egészen jó volt mégis. Kettőt szeretnél? Nem. Istenem, amikor nyomod a dash, de nem történik meg. Nem a kézre dash-elsz. Szart nem ér a rothadásod, haver. Szart nem ér. Hát ilyen mértékben durvított el minket a charm, hogy ezzel lesz meg a boss végül. Azt fixen most mondom nektek. Jó, hogy itt nem ömlik a rothadás a tridentről. Nem, nem a kézre. Figyelj már oda, mert az a kéz jelzi a spell. Kettő van rajtunk akármiből is. Másik potit még el se használtuk. Hány óra van eddig a játékban? 100-nál több. Nagyon sokat barangoltunk, felfedeztünk, csináltunk mindent. Nem siettünk sehová. Felfedeztünk sokat. Gyönyörű. Phase 2 mehet? Felkészültél, te szar? Egy healing. Két healing. Három healing. Támadj. Igen, igen, igen. Itt kell állni ezen az oldalán.
Nagyon jó, 2200. Bele pörög ilyenkor. Hátra. Nagyon jól állunk, 7 potink is van. Minden teljesen szuper. Te szemétláda. Édes jó Istenem. Előre akartam dashelni, de rossz időzítéssel. Most minden jó, fél HP-n van, és lássuk. Óvatosan. Mit csinálsz ilyenkor? Wow, haver. Aha. Látom, te vagy a nem szarra gurító, ugye? Oh, de gusztustalan egy kula vagy te! Wow, ez igen! Egy! Meg se tudtuk még ütni, mióta átjöttünk. Meg se lehetett ütni. Láttátok, milyen gusztustalan volt az a támadás ott, amit a magasból indított? Egy hányinger, egy merő hányás vagy. Mindjárt jön a vérzés, köszi! Tökéletes volt az átmenetel, minden klappolt úgy, ahogy lennie kell, és a Phase 2-ben még nem vagyunk eléggé beletanulva. Egyszerűen az oda még több időt kell eltölteni egy kicsit. Nyelvtanulásra feküdtem rá, jó nézni a mazuistákat. Nem vagyok én mazuista, szeretem a kihívást. A nyelvtanulást, illetően nekem is kicsit rá kéne feküdni a felsőfokú angolra. Stream, full dojo. Kösz szépen a követést. Üdít nálunk a vészkorvusban, ne felejtsd el mondatunkat, hogyha nagy szarba kerülni, csak énekelj hangosan. De milyen nyelvet tanulsz? Mesélj! Gyere te csicska! Most megtanítalak, Feri néni mit nyom. Kettő darab? Egy darab, jó. Nem volt jó, nem volt jó. Istenem, a magasba emelős. Mikor fogom? Hány óra kell nekem vajon megtanulni, hogy azt a támadást hogyan sajátítsam? Ezt a támadást, hogyan sajátítsam el? Hát elképesztően béna vagyok az ellen. Ez, na végre. Forszolnom kell magam, hogy figyeljek már oda. Mert zsigerből nyomva, ahogy egy Souls boss ellen nyomnád, az teljesen szar lesz. Aha, nem láttam azt jönni. Itt a healing lehetőség. És most kifele. Nem jó. Ó, de nagy szerencse volt. Mindjárt pedig én, mindjárt, semmi baj. Szevasz Venka, hogy vagy, mi a helyzet? Egyszer. Kétszer. Háromszor. Pedig most kell átmened amúgy, csak mondanám. Egyszer. Így áll, Feri. Küld meg, Feri. Kétszer küld meg. Így áll, Feri, kém, így áll. Így áll megint egyet. És megint így áll egyet. Ezen az oldán kell lennünk, amikor csinálja. Oké, mehet. Most szarabbul jött ki a lépés. Sokkal szarabbul. Sajnálom, nem engedte meg, hogy megbántsam még egyszer, de a 7 poti az tökéletesen megvan most is. Csak annyi, hogy rá kell egyet healenünk, hogy nagyjából full HP-n állhassunk. Beleállt a kulájába, ami miatt nem vagyok túl boldog. Az mi az, amit most csinálsz oda? Hátra. Hátra. Balra. Tele van az egész aréna szarra, a gyerekek. Nézd meg, még rám esik. Az most teljesen rossz volt. Rossz időzítés, minden szar volt vele. Bele fekszem ebbe a kulába, nézd meg, jön rám a vérzés. És sajnál attól tartok, hogy meg is fog történni a blood loss. Nincs mese. Nem látom, hogy hol van, ő se lát engem. Szépen jöjjünk ki inkább, jó? Stam regen, HP regen. Jó időzítés. Mindjárt rám jön a vér, és még a robbanás is. Mindjárt. Így áll, Ferikém, így áll kettőt. Menj előre. Nem tudunk itt mit csinálni ezzel. Ez vadállat, teljes mértékben vadállat. Hátra kell jönnöm, nem tudok jobbat kitalálni hirtelen. Egy darab HP bár, és lássuk, meddig megy le. Na, Venka, az nagyszerű. Az nagyszerű hír. Én nagyon reménykedem benne, hogy meg lesz neked az, amit vágysz, amire vársz. Kértes. Engem nem fogsz onnan megtámadni, te csicska. Ez most már egészen jól megy. Befele. Megint megütött. Nem volt jó. Korai a dash. Hátra. Mindig egy picit jobbra kell dash-elni. Teljesen megváltoztatták a boss mechanikát. Ez már nem úgy működik, mint az elődje.
hogy agresszívan kell neked rámenned. Nem, sokkal jobb, hogyha mindig jobbra hátra deselsz, úgy látom. Verjed. Egy támadás ment volna bele. Kettő nem fér bele, Feri. Azt a büdös mindenit. Push, desej. Várd meg. Megint dobja, megint hátra jobbra. Igen. Várni kell, várni kell. Megvárjuk az indított támadást. Nem is csinál semmit. Aj, édes Istenem, nem a kézre kell. Ah, mindegy, most már ez van. Hát ennyit erről a próbáról. Alapvetően rossz nem lett volna. De jó sem. Kellene még valami healing lehetőség, nem? Sokat érnénk most egy plusz HP-val. Szórd szét! Mindenhova szétszórja. Nézd meg, X alakban beszorultunk egy háromszögbe itt. Á, ott volt a rossz dash. Ott volt a rossz dash, pedig kevés HP-ja van. Figyeljetek már, egy csomót heal-el magán a boss. Tehát összességében ez a HP mennyiség, amit most látunk, ez nem rossz, ez 20% alatti HP. Szávasz John Carter, mi folyik itt? A vér. És nálad? Kell pisilnem, az a baj. Nem baj, még belefér. A németben látva a kihívást? Hát ez a sátán nyelve, azt meg ne tanuld. Hát azon nem beszélnek, csak Mordorban. Meg jobb helyeken, mint Magyarország. Jaj, bocsánat. Nem a kezére dessálsz. Üdelmesen. Ez csak ennyi, hogy oldalra állok? Megint tanultunk valamit. Vérzuhatag. Kettő. De jobb. Gyönyörű. Tényleg csak jobbra kell állni ott. Lehetünk tovább. Használjuk el a másik potinkat, hogy legyen a passzív healingből valamennyi. És akkor 13 poti egyelőre. Nem jó. Istenem, most nem lett jó. Egy, kettő. Nem jó, hátulról jön. Ó, jeez. Így áll Ferikém, így áll, mert kell, hogy így áll most. Vérzuhatag. Ráver, hátra jön. Egyes. Támadás. Szar volt. Megtolja. Az hogy? Hogy nem pész kettő, elnézést. Mert még nem tartunk ott. És már így alakult. Sok potit használtunk el, ez nem megengedhető. Nem lett jó, nem lett jó ez a próba. Jól indult, aztán szar lett. Ennyi rád? Stamregen. Egy ivás. Két ivás. Három ivás. Egy támadás, kettő. Így is rohadt csak HP-t fog visszanyerni, ugye? Nem mondhatnám teljes mértékben, hogy értem, hogy mit csinálsz most, de... Az igen. A vér őrült nagyot ver ránk most valamiért, nem tudom pontosan, mi történhet. Egy... Kettő... Vertesi. Kettőt belerak, nem rak bele kettőt. Most megy oda. Ne álljunk bele a szarba, az a lényeg, nem? Ja, hogy nem szaladhatsz át alatta. Micsoda csel! Hát nem lehet alatta átszaladni. Egy láthatatlan fal van, amikor felrepül. De gusztustalan ez. A vér elleni healing, azt használjuk jelenleg a legnagyobb mértékben. Megálló. Jobbra, ez nagyon szép, ezt így kell. Még egy potink van. A HP-n közel maxon.
Beleállták. Gratulálok, Móki. Beleálltál a kutyakakába. Megy fel a vér rajtunk. Ezt vissza is hillelt, felejtsd el a többit. És lássuk. Pont alá! Új, de hányadék vagy. Na jó, minden tekintetben undorító. Minden tekintetben gusztustalan. Hogy ne is tud megütni még egy vérzivatart is magára az úrit. Nagyon szépen állunk a sebzés. Nézd meg, tehát hogy lerakjuk megint ugyanoda, ahol az előbb volt. Ugyanoda, teljes mértékben ugyanott áll a boss, ahol előzőleg. Semmit nem mentünk sem feljebb, sem lejjebb. Ez azt jelenti, hogy ha ezen a szitun már meg vagyunk állva, akkor most már csak egy jó szerencse szükséges, egy jó moveset, csillagok együttállása, meg hogy ne kelljen annyira vizálnom, de ez majd kiforja magán. Küzdj a pálinka ellen, Folti, nem kell az. Mindenkinek rossz az, hogyha az ember élete felett átveszi az uralmat, az alkohol. Az ide nekem romokba dönti az ember. Család szinten, kapcsolati szinten, egészségügyi szinten, mindenhogy. A pokol maga. De az maszk vagy, Csomi, a helyzet hogy vagy? De van segítség, remélem tudod. Egy csomó helyen nyújtanak segítséget ez ellen, és igazán nem vagy magadra hagyva. Magyarországon rendkívül sokan vannak, akik ilyen problémával küzdenek, de nem kell, hogy küzd vele. Mármint, hogy tehát persze, küzd ellene, inkább úgy mondanám. Valami viszket az orrom. Jaj, na. Gyere. Vérzivattar, most képes vagy itt is? Egy darab jött rám. Nem tudom még mindig, hogy mi lehet a testünk körül lévő kör, akár mi is legyen. Reménykedjünk benne, hogy hamar lejön. Nem jó. De most miért nem desseltél? Nem ment ennek fel a HP-je valahogy? Kifele. Teljesen jók vagyunk most. Nem jó! Korai! Hülye szar! Nyomd a zivatart, persze! Még arra van szükségem, hogy az még rám emeljön. Ja, mert lehet, hogy kettő darab izé van. Á, Istenem! Nem jó, nem jó. Jegyezzük már meg. Annyiszor megjegyeztem te már magammal, hogy annál a részénél azt nem lehet csinálni, hogy des, mert az első des az tökéletes, de utána a harmadik az lesz a halálod. Átrakjuk Phase 2-be. Így áll. Négy drapotik el itt. Négy marad. Úristen, mit ver ott a vér. Hát rá kell, hogy híleljek, nincs mese. Nagyon szépen köszönöm a névtelen ajándékozónak, hogy Petrának ajándékozott egy subgiftet. Igazán hálás vagyok, akárki is tette. Istenem, megint hílálni kell. Ne, mire várjál már most! Oh, fucking hell. Tudjátok, hogy miért csinálja? Mert volt pofám hílálni egyet, azért csinálta. Ez a revenge azért, amit ott nyomtam. És látjátok, megint itt szaródik el az egész. Ennél, hogy nem tudsz hova állni, mert tele van szarva az aréna. Tehát szó szerint mindenhol ott van a vére. Nézd meg, mit csinál oda. Az aréna egynegyede már az övé. Tehát azon ő az úr. Hátrálj csak te kula. Majd hátrálok én is, te majom arcú. Jön meg, gyere. Ne tudd meg. Amúgy meg kéne nézni, hogy mit tenne. Ja persze, bocsa, vérzuhatag. Igen. Hogy mit tenne, hogyha is élnék egy, ez az egyik. Vagy hogyha kipróbálnánk a shieldes megoldást. Mert ugye elméletileg annak is van valami védelme.
Viszont akkor a damage nagyon leesne, megfeleződne. Bárki tudja, mert lehet, hogy a Fire-t azt egészen szereti. Ránézünk erre, csak próba szinten, oké? Okay? Kipróbáljuk, hogy milyen lehet így átállni. Próbálunk egy nagy shieldet medium loadban. Érdekes, de még itt is medium loadunk van, hogyha az Eclipse Crest Great Shieldet használjuk. Ez egészen királyul hangzik amúgy tényleg. Nézzük csak meg, és akkor az attack speedünk az így néz ki. Vállalhatónak tűnik. Na, ránézünk erre a buildre kíváncsiságból. Hát, ha ez lesz a megoldás. Egy pillés jövök. Nem jön utánam a WC-re, hál' Istennek. Ja, egyékkel válunk a bosszal, és utána minden rendben lesz. Lássuk, hogy hány dán is állunk. Szia, Kata 148. Hogy vagy ma este? Ja, hú, de jó érzés végre. Ezt Ogre hozta ránk, ezt a szünetet sajnos. Nem iszok, köszönöm szépen, mert már emiatt el kellett mennem pisilni. Látod, milyen vagy? Szarul indítunk. Shield védekezés az nem rossz. Eddig, de úgy elég szar. Nem damage-ünk rá. Én kevésnek látom. Meg főleg, hogyha ekkora tasnyikat kapok, ugye. Na jó, na jó, na jó. Álljunk vissza. Tudod, itt verjál? Bocsánat, kezdjük ezt előről? Nézzük meg. 8-24, 3 csapás. Kezdjük előről. Ez nem lesz így meg. Látjátok, hogy mekkora damage-től esünk el? Én úgy sejtem, hogy ez a fegyver gyanús nagyon, hogy a fire-re rezisztens, és hiába van nálunk egy nagyon menő penge, annak a fele sebzése a fire, és az elvész. Azért verünk ilyen keveset. Most, hogyha ezt esetleg átállítanánk, nem, várjál, itt egy másik típusúra, maradjunk szerintem a Greatsword-oknál. Mi történik például, hogyha kipróbáljuk? Érkeztünk a próbálgatós fázishoz. Ez már egy nagyon jó része az egésznek. Ordovis Greatsword-ja például egy egészen jó választás lehetne. 240, ennek szent sebzése van. Lássuk. Ez volt a boss, akit imádtál? Na, vipasuli, örülök neki. Egyszer már elvertük lent a föld alatt, itt most újra rá kell mennünk. Eddig a dupla kardos technika jobb volt. Nyilván. Kelj fel, Ferikém. Nézzük azt a damage-et. 613, 1097, 79. Gyorsan veri, az a jó. Tehát ilyen ez a Feri, aki gyorsan veri. Robbanás kibírja, visszaveri. 6-13 a riposzt. Ott még elért. Shield-el kivéthettem volna talán. Meglepődés volt. Azt hittem, hogy kellően hátra jöttem. Hát, hogy ezzel átrakjuk Phase 2-be.
Nem álltunk elég élen? Ripasz. Hoppá! Mi történt, haver? Kap már el a fejét, Ferikém! Mi történt? A riposzt, a stagger damage-et nyom neki, láttátok? És most kénytelen vagy átmenni next phase-be? Úristen! Figyel, Ferikém! Figyel, Ferikém! Jó, hát kivédi, de milyen áron? Nem éri meg. Ilej. Most kellene átállnunk a dupla kar taktikára egyébként, komolyan mondom. Szar volt a dash, mind a kettő. Várj, nem jöhetsz kettő. Ó, Istenem. Igen, rád dobja, ott már nincs mi. Nincs mit tenni. Szerintem ez egy egészen valid taktika. Ordovisznek a kardja, ez nagyon szépen viszi a bosst. Az Omenek az igazi bosszok kivetülései ugyanúgy néznek ki, kicsit gyengébbek. Hát azóta, mióta találkoztunk Lendell City-ben ezzel a bosszal, azóta jócskán jó sok szintet léptünk és a fegyvereinket is felfejlesztettük. Szerintem nagyon jó szimmetriát mutat a kettő, fej-fej mellett haladva. Gyönyörű volt az a riposzt egyébként annál résznél az előbb. Állj hátra, Ferikém. Nem kell a balhé. Egy. Kettő. Nem jó, itt a háromra kell védekezni és riposztolni, jó? Jegyezzük meg. Egy. Nem jó. Tolja, riposztol. Dessel. Dessel, nem jó. Istenem, de jó lett volna pedig. Vérzuhatag. Eltalál innen is, látjátok ezt? Mekkora a range-e? Beállunk a shield mögé, talán jobb esélyeink vannak tényleg. Várj, nem jó. Oh, fuck me. Haláld már el. Ide kell beállni, úgy tűnik, hogy ez itt a safe spotja. Azt mondja, hogy dú, de vajon mire mondja ezt? Zivatar. Azt is szoktam mondani, hogy uno, lehet, hogy számol. Lehet, hogy számol valamit a boss. Te azt korod, Frick? Mondd még egyszer, hogy jó sok, please. Jó sok. Miért? Mi a baj? Jó sok. Very, very much. Kettő. Három. Riposzt. Jó, ez lesz a jó. Háromra lehet nyomni. Hátra, gyere, kicsit Ferikém. Hármas riposzt, az tetszik nekem nagyon. Kettő, három. Érdekes módon nem nyomja most a hármat, hanem inkább vérzivatart indít. Most kezded el csinálni a szart. Fézelsz, te hülye. Nem baj, akkor nyomjuk meg. Nihil, nihil, nihil. Ezt ordítja a boss. És úgy tűnik, hogy itt van a safe spot a kezénél, látjátok? Ne, 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 várj! Nem oda dash-elünk ilyenkor. Kitöri a védelmet a karunkkal együtt. Mit csinálsz, te hülye? Hát nem látjuk, hogy mi van. Leteszi, rárobbantja. Vérzivatar, robbanás, szúrás. Átnyomta a kevés staminát, és emiatt jött ránk a nagy sebzés. Pedig annyira szép a shield-el való előre menetel. Hát annyi, hogy Ordovisz nagy kardja is még eléggé gyengének minősül ellene, tehát kicsi a sebzés. Viszont sokkal kényelmesebb a shield védelem és a riposzt, mert így legalább a stagger is lehetővé válik ellene. Nem lehet megsporolni a három potit a face change-nél? Lehet, hogy meg lehet. De egyelőre meg lesz így is, elhiszed?
Látszik, hogy már többször egymás után leraktuk 20% alá. Csak megfelelő időzített támadásokra van szükség. Istenem, a kezes péniszt. Megfelelően időzített dessek. És ilyenek. 2, 3 lesz? Nem lesz? Miért nem? Próbálkozzál már, hát ne szórakozz velem. 3. Ó, az nem úgy volt az a 3, az első talál, teljesen átvert bennünket. Elütött fölöttünk. Ez hülye. Hát elütött fölöttem, hát nem jött össze a riposzt move. Pedig a harmadik csapás lett volna az, amire én riposztot nyomtam volna. DS2 második bossnál letette a biciklit? Nem szabad, hát nyomni kell, ne viccelj. Amúgy nem is tudom, hogy mi volt a DS2 második boss, mert... Hát ott az figyelj, talán nem tudom megmondani már. Az első valami csicska óriás volt, nem? Valami nagyon nevetséges. Hát annyi boss volt abban a játékban, és azok olyanok voltak, hogy így szaladtál át rajtuk kb. Tehát nem volt az jól kitalálva, én azt gondolom. Még mindig a dupla kardos őrület tetszik nekem a legjobban. Nem nyomjuk a kezére a dest. Védekezik. Letöri. Letöri és utána feltépi. Nem tetszik a sebzés. Nagyon-nagyon sokszor kell megtalálnom a tökéletes pontot ahhoz, hogy sebezhessem. Sokkal jobb lenne, hogyha azok a sebzések nagyobbak lennének, hogy kétszer ekkora. Lehet, hogy akkor már meg is lettünk volna az egészszel, hogyha a nagy kardot erőltettem volna dupla verziójában, ugye? Úgy értem. Pursuer. Ah, az kemény. Az volt szerintem ott az egyik legértelmesebb boss az egész játékban. És még az sem volt az, mert hogyha valaki megnézte már, hogy hogyan kell csicskába tenni, itt lesz benn, akkor csak a ballisztával fogod, azt ellövöd a francba. Olyan szintekre le lehet alacsonyítani azt a bosszt, hogy nem is létezik. Gyár kettőt felikém. Szar volt a dessed, minek desselsz, hogyha védekezni is tudsz. Szar, ne a kezére. Nyilvánvaló kapitány. Hova lett az a rengeteg? Tehát nem is értem. Volt egy csomó vér ellenállásom, most az hol van? Vagy ez eddig is vertnány? Vagy lehet, hogy a gyűrűk azok, amik... Na látjátok, az könnyen lehet, hogy a rajtunk lévő gyűrűk mennyisége határozza meg, hogyha hozzáérsz ez a szarhoz, akkor sebződsz. Az nagyon-nagyon... Most így kezd feltűnni, aztán lehet, hogy nem. Te az, Bence, hogy vagy mi a helyzet? Rakjuk át Phase 2-ben most már, mert látszik, hogy nagyon agresszív. Jó. Álljunk vissza a dupla kardra, nem éri meg. Egyszerűen a shieldes védekezés. Lehet esetleg olyat is kitalálni, hogy visszarakjuk a poise-t, vagy a weight ratio charmot, és berakjuk a másik kezünkbe esetleg még a shieldet, és akkor váltogatjuk. Ez lenne az ultimate megoldás, de melyik kezedet harapod meg, ugye? Tehát, hogyha levennénk magunkról az immunitást, akkor meg az lenne a baj valószínűleg. Maradjunk, én azt mondom, a jól bevált taktikánknál nem kell itt szarakodni, Ordovis nagykardja helyett inkább berakjuk a Claymore-t plusz 20-as szinten, és akkor ide meg Ordovis kardját, aztán csá. Ezzel szépen desselgetve, elsajátítva a fight menetét, én azt gondolom, hogy szépen lassan, de meg tudjuk majd csinálni. Mindenféle csalás egyéb dolog nélkül. De viszket az orrom. Jaj. Na gyerünk, most nem lesz védekezés, csak a kemény damage. Szar volt. A 7-10 jobb, mint a 4-10. De mennyire? 7-88, ez pontosabban. Egyet rám is rakott. Pontosan nem vágom még a működését ennek. Csak a dash, haver. Jobbról még jön egy. De ő is bekapott valamit. Miért zuhatag? Ilyenkor rossz, hogy ki kell jönnöd, mert így porszolod arra, hogy mindenféle csicska move-ot csináljon. Pedig egyértelmű, hogy neked ölelned kell ezt a boss-t. Ölelned és ölnöd közelről. Visszajön. Nem csinálja meg kétszer.
Tehát ez a damage, amit most látsz, ez olyan szinteken ultimate, sokkal-sokkal jobb. Az előzőekhez mérten legalábbis. Bal. Jobb. Nem rakja fel. Viszont te már vered, te már nem tudsz megállni, hogyha már vered. Várjál már, viszket az orrom, te hülye. Álljál már meg. Állj. Most már rányomod még ezt a keveset, nem? Jó, orvakarás, igen, a fájt közepén az, ami nem hiányzik. De mégis megteszem. Nem tudom, mitől viszket az orrom. Úristen, szörnyű. Bosszus leszek, srácok. Szuper produkció. De nem a bosstól, az fix. Köszönöm a követést. Don Roberto 90-nek. Üdít nálunk a vészkorvusban, ne felejtsd el a mondatunkat. Ez most jól megakasztott. Hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. És most rakja be maga alá a kulát. Hát de nehogy már, pont most. Akkor most már vered. Egy. Kettő. Három. Verjed, Ferikém, verjed. Okoli nagy. Kusszus tart, de mi van ott. Nem is látod, hogy mi történik. Fetrengsz a trágyában lényegében. Az önmagában már akkor átver. Ennél még a shieldes is jobban ment az előbb. Annyi igaz, hogy most álltam vissza rá, és talán meg kéne szokni újra. Egyszer el kéne sütni valami vigyátékban, harc közepén vár viszket az orrom. Hát annyira nem vicces, most így van. Szarrá vakarom. Na gyere! Mutasd, mit tudsz, te kis kula. Szerintem halott leszel, fél órán belül. Hát mondjuk egy ilyen start után nem vagyok ebben annyira biztos. Te, és mi lenne, hogyha vicceskednék így veled innen közelről? Sebez rád valamit. Szóval ezt lehet spamelni, mint a vadállat. Láttátok? Ez egészen funny. Jó, hát nem most kell azért ennek hasznát vennünk. Próbáljuk ki, mi történik most. Várj, az most nem jó, ugye? De jó. És már le is jött a... Jaj, ne már! Hát de most raktam fel magamra azt a durvító szentsebzést. Azt el is tűnt, ahogy volt. Minek raktam fel, ugye? Jaj! Jaj, mi történik? Bocsánat, elnézést, nem egészen így gondoltam, ahogy az most megtörtént. Hát akkor most már felnyomjuk, hát már nincs mese. Unusz azt mondja. Hát én meg azt mondom, hogy ánusz, te hülye. Nihil, 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 tudom, mindjárt meghalsz, te szar. Kettőt vert, elrepül. Most. Most leszarom, mit csinálsz, megvárjuk. Gyere szépen ide, jó? Aj, te! Fú, te mocskos, te! Inasba rakta, hát egyből. Hát ahogy bejött a Stagger, onnantól már nem volt neki kérdés, hogy merre hallja össze magát. Ezek a távolsági támadásai, mi látjátok, hogy mekkorát vernek. Konkrétan 600-700 HP leesik általa. Tehát nekem is van ilyen, nem kell attól félni. Hova hátrálsz? Hiába robbantod. Most! Jó, maradsz hátul. És még ott elér a vége, nem hiszed el, nem hiszed el. Ide szépen a tiszta környezetbe jöttünk át, gyere! Egyszer, kétszer, veri, nem veri a Feri, hülye ötlet volt Ferikém, de nem baj. Istenem, miért nem tudsz egy kicsit gyorsabban deszelni? Nem, hogyha átszaladnánk. Egyet hílelünk. Átszaladnánk a tiszta félre. Most. És nem tudom, mi van, mert nem látunk semmit a faltól. Szerintem szaladjunk el. Nem jó ötlet. Bele a bajba. Megy fel a vér. Kicsit várjunk, amíg lemegy. Szép try. Szerintem sem szar. Nem tetszett, amit kapott ott a Staggerrel. Na, szépen itt megvárjuk. Ekkula.
Kettő poting még van. Nehogy már vérzivatar legyen. Jó. Be fog jönni a vérzés sajnos. Vaj, de hirtelen fiú vagy te itt most. Így áll egyet, Ferikém. Hova mész? De lehetetlen téged most elérni, Franco? Na, végre itt van. Dash! Dash! Nem jó! Fene vinne téged el a vérzéses... Na, jó, végre legalább sikerült kiírálni, de ez, látjátok ezt? Pont a végére lett elrontva. Hát ez már itt kész ennyi volt sajnos. Jó lett volna, de hát hiába. Még egy csapást azért odarakok, hogy biztosak lehessünk benne. Valami történt. Látod, már ilyenkor felszáll és neked mindegy. Az mindenképpen eltalál. De annyira közel vagyunk, ez már szerintem a 10% alatti mennyiség, és látszik, hogy a fegyverénk sebzése az most ez így a pöpec. Ennek meg kell így lennie, meg kell tartani. Még néhány dash, de már látszik az is szerintem, itt legalábbis szerencsésebbek voltunk, hogy egyre jobbak az időzítések, minden jól összeállt. Na, a következő ilyennél meg is lesz. Nem tudjuk, maszkacsó van, vagy 200 boss a játékban. Nem jó, túl korai. Túl korai. Így kezdtük az előbb is egyébként. Pontosan így. De az utolsó teknős segíteni? Nem. Köszönöm szépen, de hidd el, meg fogom oldani. Segíteni. Úgy nézek ki, mint aki rászorul. Ez elég szomorú azért. Tökre jól elsajátítjuk a saját szabályrendszerünk szerint a boss fightot, és még segítgetni akarnak, nézd meg. Meg fogok sértődni, utolsó teknős. Kezdjük újra inkább. Hátradesz ott feltétlen szar. Nézzük. Amúgy ez is egyfajta módja a dolgoknak, hogy mármint gondolom, hogy aki no-hitet próbálgat, az ezt csinálja, hogy nem üti meg, hanem áll és dash-el. Már a fejem vakarom. Jó. Egy, kettő. Ilyenkor rá lehet verni egyet. Ezt kell megtanulni. Nem jó, na most volt a rossz, igen. A robbantás utáni előrecsapása, annak az időzítése még mindig halál. De most már látszanak, hogy tudok azért dessálgetni. Játékelem? Nem baj, köszönöm. Kedves tőled, de hidd el nekem, hogy ezt élem. Ez nekem az élvezeti faktor. Lehet, hogy nektek mondjuk nem. Azt is el tudom ismerni, hogy mondjuk annyira lehet, hogy nem izgalmas végignézni ezt a fejlődési görbét. Hogy ekkorát tudsz ott fordulni. Nem is állunk fel, mert még megcsapsz a végén. Kettőt is lehetett volna talán verni. De nem baj. Zuhatak. Nem lett leszúrás. A lépcsőben hamarabb megakadt, vagy mi történt? Hamarabb jött a leszúrás, mint szokott. Mondjuk érthető, mert kisebb a táv, amit szúrnia kell, ugye? És mit csinálsz ott, te hülye? Gyere már elő. Annyira szép ez. És most bezeg leszúrod, de nem is akár, hogy irdatlan nagy damage-el szúrja, láttátok? Ezt nem tudom soha megtanulni. Aj, de jó lenne pedig. Olyan egyszerű. Feje fölé emeli, vársz egy picit, és utána fog eletenni. És ezt nem tudod egyszerűen. Miért nem vajon? Az a nemezisem, az a támadás.
Már itt vagyunk. Hát már benne állunk a kapuban, gyerekek. Minden tudok a művészetről, mondta Mennyhár Tamás. Mennyus ugye egyik legnagyobb kortárs magyar művész. Kettő. Megvárja. Nem, erre nem jó. Nem is tudom, szébetűnek nem nevezném. Milyen alakban tolja? Oh, fucking hell. Teljesen rossz irányba szaladunk vannál a támadásánál. Ez meg megint csak szar lett. Ah, már az előbb olyan jó volt. Most meg nézd meg. Unusz. Jöhet a duó. Én meg közben már verlek. Egy healing. Két healing. Három healing. Öt darab potink maradt. Kétszer megüti, utána felszáll. Több a HP-ja vagy az ellenállása, nehéz megállapítani pontosan melyik. Sokkal nehezebb ott megsebezni a boss-t. 7-26 pedig a sebzés, tehát nem csökken. Vérzivatar. Aréna közepe tele van kulárézva, semmi gáz. 2-5 verjére? Helytelen, de kit érdekel, legalább sebeztünk. Egy healing kipattan. Na, azokat elvered először, vagy hogy lesz? Elhát, jó van. Itt meg a föld alá bever. Föld alá bever, és a föld felszínen jelenik meg a spell maradványa, a tűz, meg a vér. Gyere. Hát egyetben megtolnám. Nem ilyen izé, telekulárét, meg ilyen hülyeséget. Told meg, gyere. Helyes. Nem állhatok ott meg, te nevérország. Gyere, gyere. Helytelen döntés volt a támadás. Vérzuhatag már megint. Mikor fogsz felugrani? Négy darab potin még van. Egy. Fúj, de gusztustalan vagy. Teljes mértékben. Összezavart engem az, hogy beleálltam ott a trágyába. Gyere, gyere! Oh! Láttátok azt a cselt, hogy még felmaradt a levegőben? Még úgy döntött, hogy még maradok egy kicsit, várjál. De hányás. Ja, ez nagyobb a csebe... Aha, nagyobb az AOE range, mint az előző támadásnál. Elnézést, bocsánat, eltévesztettem, ott még tovább kellett volna dash-elni, nem szabad ott maradni. A phase 2-ben megváltoznak a range-ek, a támadások ereje. És itt a vérzés öl meg a végén. Jól állunk, hát jól állunk, hát nincs itt baj. Amikor már ilyen biztonsággal nagyjából le tudod rakni a boss-t egy bizonyos szintre, akkor ott már tényleg nem kell ugye másra várni, csak arra a szerencsés csillag összeállásra, ami megadja a rúnákat majd a végén. Én látom, hogy megvan, csak az a kérdés, hogy ti mikor látjátok majd, hogy meg lesz. Ez a művészet, ezt nem érti meg senki. Az evolúció lényege a mák. Ez a növény az évmilliók alatt olyan enzimeket fejleszt. Ami a föld urának, a homo sapiensnek, hogy is mondja, örömet, megnyugvást, vígaszt okoz. Várjál, így nem tudok játszani. jó van, gyere. Hopp, kicska arcú. Na, ez most szar volt, pedig ezt már megtanultam kezelni. Szúrjál le. Újra kéne kezdeni ezt a fázist. Még meg se sebeztem, úgy Isten igazából, de már szarul állunk. Aztán a másik oldala volt a megfelelő, ugye? Tehát a jobb, a kéz felé oldal, mert a fegyver felé oldal az durvit tudsz. Lehet kérni egy kis vigaszt? Fel kell menni az index.hu-nak a régi Mennyhár Tamásos videójára. Az mindig megneveteti az embert. Hogy én egy edgy macs... Mi? Edgy makkal? Edgy. Edgy az más? Mindjárt hidratálok, köszönöm a kiváltást. Ezt is pucéren egy szálbunkóval kéne elverni? Amúgy én bennem. Mit mondtam? Mit utálok? A fej felé emelő szarodat. Te. Okol, fajzat, hát nézzenek oda. Szúrd le, tépp fel. Csinálj mindent. Csak fájjon.
Még egy jobbról. Most leszúrja megint. Tehát néha négyes kombó, néha hármas, és ezt, hogy mi határozza meg nála, senki nem tudja megmondani. De gyere! Ez már a három? De miért mondta azt, hogy három? De miért három haver? És hol volt az Uno meg a Duo? Érdekes, most hátradesseltem és jó volt. Kim vagy a range-ben, nem fogja leszúrni. Na ott most az mi volt, kér? Az mi volt? Az hol talált el? Hát nem tudom, ráharaptam a... Te, menj már innen, másik player, nézd meg. Ráharaptam a szoknya sarkára. Vérzuhatag. Csicska. Visszafelé számolt, tényleg most már azt mondja, hogy duó. És nem lehet kideselni azt a támadást, hogy mi a sekkalt, amit rád tesz. És kajak le, hívod még egyszer. Hát hívd magadra a 9-11-et, te hülye. Robbanjál. Egy majom volt az egész családom. És egy egész falka. Szúrjad, Ferikém. Mi történt azzal az imótával? Kicsit kilapult. Rávert a boss a magasból jövő támadásával. Na, gyerünk. Amikor nem éppen egy feszülő hólyag, akkor az porviszketés az, ami keményen bevág az embernek. Szeretnél fészkettőzni? Nem nagyon? Szóljál. Jaj, de nagy ranger van. Jó, kezdjük újra. Súlyos visszaeséseket vélek felfedezni magamban. Nem a türelemmel és a fókusszal van a gond. Pusztán az, hogy csicska vagyok. Nézd meg, megvakarja a szemét. Olyan kell, nem, mi az órát vakarja. De gyere. Nagyon szépen köszönöm egyébként azt a rengeteg. Úristen, rengetegen vagytok tényleg itt. Mindenkinek nagyon köszönöm, aki velünk tölti a ma estét. És nem ment be a dash. Remélem, hogy tetszeni fog majd a boss kill és a finálé. Hát még nem a játék fináléja, hanem amikor ezt befejezzük, úgy értem. Érzuhatag. Na most ez szar volt. Hívd le rám nyugodtan. Szép. Harmadik is van. Még jó, hogy nem volt negyedik, te majom. Szép. Végre sikerült. Komolyan az arcomba küldted az egészet. Hát úgy nézek ki, mint valami, nem tudom. Transvestita, pornós. Szemétláda vagy. Gyere ki, Ferikém, hát hülye ez. Hát nem látod, hogy mit csinál. Ja. Vörös Marti út Mihály 6. Jó, megperi, mert most már nem bír magával. Téged is honnan szalajtottak vajon? Legyél rá kettőt, Feri, aztán dessej el. Egy, kettő, három, nem volt leszúrás. Kettőt odaversz, kiugrasz. Unusz, mondja. Én meg azt mondom, hogy ánusz, te seg. Most kapod. 9, 8, 7, lesz olyan nihil, ne tudd meg. De jó lett volna harmadszorra is beverni neki, de ne felejtsük el, hogy ott bizony nem lehet háromszor beverni, ott csak kétszer lehet. Szar volt a robbantás, szar lesz az, hogy ránk teszi. Lehívod a szar vihart, nézd meg, az egész családodra kívánom. Aranyeső mellé, gyere, nihil. Ez lesz a neved. A majom vagy azért, maszkod is milyen. Nem jó a dash, nem a kézre. Utána. Kétszer lehet verni, nem? Egyszer. Leszúrja.
hidessened, leszúrod te is. Nagyon jó. Szép robbanás. Utána már húzza egyből. A görcse vádidat. Szar volt. Ráteszi. Ferikém, óvatosan, mert ráteszi. Nem látod? Hátába állíts már bele valamit. Hoppá, hogy elszálltunk? Az igen. Csak így, semmi durvító. Jól van, a vérzés az rajtunk van minden esetre. Ez baj. Szúrd le. Nem, nem te szúrd le, te hülye, hanem Feri. Szar volt az időzítés. A, már kezdek rájönni, hogy nem is a izével van gondom. Hát ezzel, ezzel mindenképpen van gondom. Mit csinálsz? Mindjárt elmondom majd. Csak előbb megölöm a bosszt, várjatok. Ezzel van gondom. A kéz mozdulatra desselek azonnal. Szándékosan csinálták így meg, az biztos. Hát egy szaladni kell utána. Lehet, hogy azt várja a játék, hogy szaladjak a boss után, mint egy majom. Menjünk már a tisztába, hát az így gusztustalan. Hát nézd, az egész aréna tele van kulárézva. Húzzunk el innen, gyere! Nem lehet meg, nem lehet meg, pont annyi damage hiányzik. Megint, mint az előzőekben. Ja, jó, igen, tudom, a felmaradós légitrükköd. Hogy hívják azt a nagy magyar pilótát? Tudjátok, aki ilyen sport mutatványokat mutat be? Nem jut eszembe hirtelen a neve. Hihetetlen gyors repülőgépek repülnek át a Duna alatt, meg ilyesmi. Besenyei Péter, hát igen, igen, bizonyám. Hát, konkrétan Besenyei Péter nem tud olyan trükköket bemutatni a levegőben, mint ez a boss, hogy... Hogy már elkezdi ejteni a gépet, de azért még fennmarad egy picit, és akkor majd, amikor neked a dash mozdulatod a végéhez ér, amikor már te támadható vagy, akkor esik rád. Hát Duna alá, de persze, hát metró alagútba megy. Vágod ott a izé a Fővám tér felé a Petőfi híd, Budai híd főtől. Na lássuk, lássuk. Ajj! Majom arcú! Istenem, hogy fogok ordítani, amikor végre a torkodra teszem ezt a szarpengét. Olyan öröm lesz bennem, olyan kitörő öröm. Idegből foglak elverni. Idegből, nézd! Ilyen heavy attack-kal. Hadd mutassam meg! Nálunk a durvák így küldik. Így áll, Ferikém, így áll, mert HP-t hol van? Nyomjad most a heavy attack-ot, hát ha bejön neki egy stagger. Próbáljuk ki? Egyszer. Jó, meg! Nem jó, mert túl távol lép azzal a támadásával. Egy. Nem jó. Egyébként pedig meg tudod csinálni ezt a heavy attack támadást. Igaz, hogy most ez a taktikai változás lenne, de szerintem még az is elképzelhető, hogy pont az a stagger hiányzik ebből a bossból. Tehát könnyen lehet, hogy pont az a stagger berakás az, ami az a minimál, ami hiányzik. Mert hogy utána, amíg összeszedi magát, te addig ugye még sebzed egy párszor. Mai stream mókás mók special rész. Hát én örülök neki. Egyébként meg 11 óra van, úgyhogy mindjárt nyomunk egy szünetet. Bár még ebben az epizódban le akartam tudni a boss-t. És még az is lehet, hogy elidőzünk rajta tovább is a következő epizódban. Mármint, hogy úgy sokkal tovább. Ki tudja? Mi ezzel kezdesz? Beállsz az uhany alá? Volt jó a dash. Most sem volt jó, hát pedig... De ez most mi? Ez most mi? Most miért nem jönnek ki a dash-ek? Figyelj már oda! Töltsd fel! 752, ez nem sok. Ez kevés. Feltöltött heavy attack-hoz. Ahogy lehet ez? És hogyha megnyomnám ezt a gombot, mi történne? Nem tudom, kiáltottam egyet, most nagyon vad vagyok. Pontosan nem vágom, hogy mi volt az a kiáltás. De lehet, hogy nem is a jó fegyverek vannak a kezemben. Ezt lehet, hogy ki kéne próbálni egy fegyvercserés támadással. Nem tudom, hogy minek kiabált. Most ez hatással van rá? Álljunk már meg, nézzük már meg tényleg. De nem most vérzi vatarolj. Azt akarom megnézni, hogy bármi hatással van rá, hogyha itt kiáltok egyet.
Nincs. Az a bossra nincs hatással. Bár lehet, hogy rajtam van valami buff ilyenkor. 1500, 1567, nem tudom. Őszintén nem tudom megmondani, hogy hatással van-e. Damage-re, bármire. Vagy csak kiállt egyet. Nem lesz magasból lerakós? Nem nagyon vérzivatarjon, jó. Annak a sebzését még be lehet vállalni. Warcry? Lehet. Csetet nézem, azt kapom itt a magasból jövőt, amire egyértelműen nem úgy kell dashelni. Nem baj, a fél HP megvan. Mi kell az enyém is? Egyedül az enyém, mondja bosszúr. Tehát hiába. Hamarosan a torkát át fogja szúrni egy elképesztő, hatalmas nagy penge. Megcseréljük a kettőt. A két pengét. Még az is lehet, hogy szeretné azt a Sand Damage-en. Ezt vedd ki? Ide tedd be? Nézzük, hogy változik-e valami. Még az is lehet, hogy egy ilyen egyszerű move-val verhetővé válik. Ez tetszik nekem a legjobban. Ez sebességben, damage-ben pontosan akkorát rak oda neki, amekkorát oda kell tenni. Hova menekülsz? Gyere már ide, aki erős, az itt megáll előtte! 788. Egyőre nem sok minden változott. Na most meg aztán... Haver! De egy undorító alak vagy. Mi a lépcsőn küzdünk. Egyszerre támadunk egymásra. Visszatérő. Leszúró nincs. Kettőt döfünk oda. Jó. Mehetünk. Verjed Feriként, verjed. Kettő. Három. Verjed Feriként. Tökéletes alkalom arra, hogy becsicskújjál ott. Szar volt. Vérzivatar. Akkor már egyet rád verek, ha már te is így vagy vele. Megjött a duó. Nem már, megint, jó, megint. Csináld akkor. Nem szabad a kézmozdulatra nyomulni. Ez az, ami megöl minket a következő fázisban, gondolom. Visszatérő. És ez mit szólsz? Csicska vagy? Csicskának is születtél. És hogyha itt letarálnálak, azt hogy élnéd meg? Ilyen érzés volna. De szép volt pedig. Nézd meg azt a HP mennyiséget, ami benne van. Hét potinkkal, két csapással kiugrik. Nem ugrik ki! Akkor nyomjuk még egy picit. Nem ugrott ki? Hát ez hülye. Mi bajod van most? Nem szúrod le? Nem is szúrja le? Ez most szar volt, ezt már megint elrontottam. De mi történhetett ott nála? Hát ez volt a csillagok helyes összeállása? Vagy mi lehet? Mi lehet? Talán ez az, amire mindenki várt oly régóta? Üssed hátulról is, hát most már kétszer ráveri. Ó, Istenem. Ó, még a robbanás is bejött neki. Én ráiszok egyet. Nem szórakozom most már. Egyszer. Kétszer. Kibírja, kibírja. Most már ne üss meg, légy szíves. Itt van a vége a fightnak. Szépen a tiszta környezetbe átmegyünk, és itt fogunk megküzdeni egymással az utolsó HP-inkig. HP-inkig. Valami ilyesmi. Gyere, te szarházi. Ugye, verlek, beszarsz konkrétan. Egyszer! Elrepült. De hallod, most olyan szinteken csicskítalak, összetem majom. Nehogy feljöjjön a vérzés, ki issza a Balaton vizét, ez a nyomorult. Gyerünk, Ferikén, most kell ráverni. De most már vége van! De szar! Wow! Te kula. Te csicska. Te nyomorult. Na végre. Mondtam, hogy szünetig megleszünk. Igaz, hogy most nem igazán tudtam összerakni, hogy mi történt ott vele, mert voltak nagyon furcsa mozdulatok, amik ott kimaradtak nála. Tehát ez is pontosan az, amit szerintem az előző epizódban tegnap előtt is meg lehetett csodálni, hogy egyszer csak a boss nem csinálja azt, amit szokott csinálni, pedig kellene csinálnia, hogyha jót akarna magának, és akkor hirtelen megvan. Semmi csalással, saját szabályaink szerint.
kihíleltük a szarjait, amit biztos vagyok benne, hogy meg lehet valahogy akadályozni, hogy a nihil az téged bántson. Nagyon jó volt. Nagyon jó boss fight volt. Hey, Largaréta Mány, te még itt vagy? Hát feladta, hát szerintem is. Hát én bírtam tovább türelemmel. Így jött ki a moveset, az RNG, igen, igen. És ráadásul kétszer is volt olyan, amikor csak néztem, hogy most akkor mit, nem repülsz el, vagy mi lesz ebből? Nyomatnánk akár 2 darab estér, 3 darab szintet fogunk lépni amúgy, most mondom. És tényleg meglettünk szünetre, nagyon élveztem ezt az egészet, ez marha jó volt. Remélem, hogy innentől kezdve már csak ilyen és ehhez hasonló bosszokba fogunk belefutni. Jó volt a fegyvereink is, szerintem abszolút jól, királymódban. Működtek jelenleg. Ebből nem jön össze még egy szint, én úgy sejtem. Viszont megvan a 3 szintlépés, úgyhogy... Van hozzá item, amit a flaskába tudsz keverni, ezáltal kevés HP-t vesz a nihil. Lássuk, hogy mi lehetne. Az az, ami visszaállítja a HP-t egy időre. Van olyan, ami a... Ez a kettő mindig a fél HP-t állítja vissza. Kéne még amúgy ebből a Wondrous Physic Mixből még néhány poti. Azt nem tudom, lehet-e szerezni, vagy csak egy van. Ez a Stamina Boost... ez az erődet boostolja fel. Ez a Faith-t boostolja fel. Ez minden damage-et levesz. Ez a Poise-t rakja oda, ez a Magic támadásokat durvítja el. Fire támadások, Lightning, Holy támadások. Ó, a támadásaid nagyobb valószínűséggel törik meg az enemy védekezését. Van olyan is, ami Charge támadásokat tolja fel. Az egymás utáni támadások egyre erősebbé válnak. Van olyan, ami a Runa... Ja, rövid ideig, hogyha meghalnál, akkor nem veszíted a rúnákat. Ez érdekes kitaláció. HP-t állít vissza, amikor halál mellett vagy. Ez egészen jó kitaláció, ez tetszik. Ez jelentősen csökkenti rajtad a sebződést. Van olyan, ami minden FP consumption, FP elhasználás, tehát a manádat nem fogod használni ideig. Van olyan, ami felrobban, és kettőféle robbanás is van. Akkor nekem nincs olyanom, ami megoldaná azt a dolgot, amit mondtatok. Akkor ezek szerint a másik potimat össze lehetne pakolni úgy, hogy inkább maxot állítsam vissza, mind a kettő a fél HP-dat teszi oda. Hát akkor gondolom, igen. Szia, Ciza, fő, jó éjszakát, jó pihenést! Na, hát skacok, elérkeztünk ide is, 3 darab level up-ot tehetünk be, és 8000 runánk marad, lehetne akár 70-nel több HP-m. Én nem éreztem, hogy a HP ennyiségemmel probléma lenne, sokkal inkább éreztem azt, hogy a endurancia 50 pont, 5 kilót növelnénk, wow, az is király. Sokkal inkább éreztem, hogy a mechanika, a delay elsajátítása az, ami fontos. Hát én felrakok 8 damage pontot magamra, engem nem érdekel. Innentől kezdve olyan glass cannonba megyek át, már 68 darab STR pont van. Itt már nem lehet azt mondani, hogy nem STR build-ben vagyok. Ez már régen nem a mondjátok már, balanszolt. Ez nem a balanced build. Egy dexünk van 16, 68-al ellentétben. És akkor most itt a Mikellának a tojása... Rácsókolnék a kezére. Lehet olyat, hogy megbántogatjuk? Reagál valahogy? Aha, vér folyik belőle. Érdekes. Hát, oké. Okay. Szerintem nem fog reagálni. Olyan, mintha egy maszk, egy ilyen szemfedő lenne itt, láttad? Vagy látjátok? Mintha kinézne valaki onnan belülről. Hát nem, hiába bántogatom itt a... kezét vélhető. Ez mi volt? Ez mi volt ez a hang? Ezek szerint történik valami? Történik valami, srácok? Nem tudom pontosan, hogy hányszor támadom. Ez a hang. Itt valami van. Ez. Lehet, hogy ki fog jönni onnan. Ja, olyan, mint egy medence csont, arra is hasonlít, igen, tényleg. Ez mi? Teljesen más a hangja. Szevasz, White Scores. Hát nem tudom, hogy történik-e valami. De más a hangja, halljátok?
ennek, és... Nem jön össze most. Ennek. Mi lehet a különbség? Hát gondolom nem tudjuk onnan kiszedni. De ez is más. Teljesen más a kettő. Mint a történne valami, de ezek szerint mégsem. Pedig oda célzok arra a lyukra. Jó, sok próba volt. Nem tudom, hogy hány volt rajta. Szerintem egy 30-szor minimum megpróbáltuk ezt a bosst. Kellett is, hát azért ezek a vérzéses szarásai. Igazából rothadás volt az. Bár nem is vagyok benne teljesen biztos. Nem. Nem, mert Bloodlust írt ki. Az vérzés kellett, hogy legyen. Ez itt a Lord Butthole. Az igen. És mi van itt kint? Ezzel ezt a teljes részt magunk mögött tudhatjuk? De hiszen itt már voltunk lent. Ott lakik abban az arénában, ami, várjál, alattam terül el. Hát nem is látjuk innen. De itt lakott a szarvas boss, itt a környéken. Meg a tónak is ott kellene elterülnie valahol, sejtéseim szerint. Igen, tőlem bal kéz felé. Mi? Nem. Hol vagyok? Most ez nagyon nem akar összeállni. Nem itt volt kint, hanem... Hol? Hol a fenében vagyunk? Knight's Sacred Ground. Amikor bejöttünk ide, az volt a Sea of Ra Riverbank. Nem. Ez. Nem itt volt a boss? Az első. Tudjátok, az első szarvas. Az tőlünk balra van. Akkor ott kellene lent lennie, csak nem látjuk a köttől. Oké. És akkor tényleg ennyi volt az egész hely itt. Ezt meg kellett csinálni, aztán viszlát. Hogyha most kijövünk innen, akkor a következő próbák, vagyis a következőkben kijövünk így, igen. És akkor mehetünk fel északra vissza, mert a Helic Tree-t azt még nem csináltuk meg, ugye? Itt Ordina liturgikális tánya sincs még készen. Ezek a kévek megvannak. Én azt mondanám, hogy innen folytassuk az utunkat. Ez a barlang is meg lett. Itt volt a dupla Knights Cavalry, itt pontosabban talán. És akkor felnézünk majd ide is. Itt fogunk éledni. Ez lesz a mai epizódunknak a vége, és a következő epizód a szünet után folytatódik majd körülbelül 10 perc múlva. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van. Nagyon szépen köszönöm a sok-sok cheert, amivel szurkoltatok itt, hogy sikerüljön ez a boss fight. Természetesen nem elvárt dolog, és anélkül is sikerült volna. Ne menjetek nagyon messzire, mert folytatjuk a mókát és a kacagást innen a vad északi... Az támadó kutya? Vidékekről, ahol szellemkutyák kergetik egymást, és mint tudjuk, mindig az erősebbik az, amelyik végül szaporodni tud. Na, elteszem magam hétvégére. Mi már egész hétvégén nem fogunk veled találkozni? Na hát, Axil, akkor nem lesz bajosok, az biztos holnap megkezdve. A Sally Face nem akarod esetleg újra játszani? Nem, fent van a YouTube-on, meg lehet nézni a vodot. Jaj, na. Egy pillés jövök.